Köszöntöm nézőinket, szervusztok, ez itt a Partizán Chill, a Partizán hétközi late night show-ja, egy kis rásegítés, hogy eljuss a péntek estéig. A mai adásunkban két egykori, vagy hát az egyik egy egykori, a mostani most is aktív, legendás kvíz műsor vezetőt hívtunk el az adásba. Itt lesz velem Gundel Takács Gábor és Vágó István is. Velük együtt fogunk játszani kvízjátékot, és a kvíz kérdéseken keresztül fogunk beszélgetni a tudás társadalmi szerepéről, a kvízműsorok hatásáról, a nagy elődökről és a lehetséges jövőről, illetve Jakab kollégám ki fog menni Budapestre, és találkozik majd egykori kvízvetélkedő résztvett játékosokkal is. A zenéről pedig ma este is a Bújdosó trió fog gondoskodni. Következzen első vendégem, Vágó István. Szervusz István, gyere, kérlek, foglal helyet. Nagyon szépen köszönöm. Megtisztelek. Jaj. Helyezkedjen nyugodtan. Hát a milliómos székébe könnyebb volt felszállni, és az sem volt egyszerű. Meg más, nem is ma volt, bocsássál meg. Mit akarsz ezzel mondani? Én semmit, ja. Két dolgot akarok csak mondani, kérdezni igazából. Az egyik volt be őszintén, szoktál még álmodni a kvízműsorral, a Legyen is milliómossal? Azt hiszem, igen. Játékosként szerepelsz az álmaidban, vagy kérdezőként? Azt hiszem kérdezőként. Igen? Igen, igen, igen. És kik azok, érdekes, akiket kérdezel? Érdekes, amiket mondasz. Nem tudom, azok ilyen virtuális figurák, de nekem egy nagyon fontos szakasza volt az életemnek. 8,5 év, tehát az már százalékban is jelentős, és abban a periódusban én ezzel elég sokat foglalkoztam, persze. És még egy kérdés, inkább irritál, vagy nosztalgiával tölt el, amikor az emberek, felteszem, leginkább ezzel a műsorral azonosítanak téged? Nem, ezt én természetesnek tartom. Természetesnek tartom egy olyan adottságnak, hogy akkoriban elég szép nézettsége volt ennek a műsornak, velem azonosították, és ha ez megmaradt, akkor én ezt természetesnek tartom, érzelem nélkül. Ezt tudomásul kell venni, persze. Jó. Akkor hívjuk be a másik vendégemet, aki a Legyen is milliómos mellett számos egyéb kvízjátékot is vezetett, és vezet jelenleg is. Következik a stúdióban Gundel Takács Gábor. Szervusz! Egyébként ez azért releváns kérdés, mert bocsánat, igen, hogy rögtön elveszem, mert van egy nagyon kedves operatőr kollégánk, Halla Józsi, akinek operatőr. Akinek van egy fia, Halla Gábor, aki szintén operatőr, és az ő kisfia, aki egyébként most már szintén operatőr. Már nem tudom követni. Mindegy, azt mondta a kisfiú az apjának, hogy ő két műsorvezetőt ismer. A Vágó Pista bácsit és a másik Vágó Pista bácsit. Az vagyok én. Nem is értesz a sztorit? Az a kisgyerek, a Vágó Pista bácsi és a másik Vágó Pista bácsi. Halla Józsi, Halla Gábor, igen, három generáció. De ez egy fontos kérdés, ugye a Kadarka Endrénél jártál legutóbb, azt hiszem, a Szavakon túl című műsorban, és ott arról beszéltél, hogy te, amikor már átvetted a Legyen is milliómos, voltak mások is, akik korábban vezették Vágó Istvánon túlmutatóan a műsort, és ezért is gondoltad azt, hogy te, neked ez nem egy bitorlás, hogy ilyen szempontból nem egy probléma beülni a vezetőszékbe. Ha nem lett volna más, hanem neked kell közvetlenül átvenned Vágó Istvántól a műsort, lehet, hogy nem vállalod? Biztos, hogy nem. Jaj, nem, beszélj. Nem, ez egy nagyon komoly szakmai dilemma. Tehát, hogyha az történik, hogy a Pista kiül pénteken, és én beülök hétfőn, az nem történhet meg. És nem csak a magam miatt, hanem a nézők miatt sem. Tehát, hogyha a néző megszokik egy műsort, egy arccal, stb., még az is lehet, hogy átabszolom, hogy te jobban csinálod, de nem kell akkor se. Ők úgy szerették meg, ahogy ő csinálja, stb. Tehát ez, hogyha ő pénteken kiszáll, én hétfőn biztos nem ülök be. Uh-huh. Én még így is gondolkoztam rajta, csak ugye a Pista abba hagyta sok-sok év után, és akkor utána volt a Fábri, Fridi. Ebben a sorrendben. Fábri igen. Volt, akkor szünet, Fridi szünet, és akkor én azt gondolom, amikor a TV2 ezt fölvetette, hogy mi lenne, ha, akkor azt gondoltam, hogy a Pista már olyan régen volt, és ugye a Fábri meg a Fridihez képest jövök én, ráadásul a mi karakterünk nagyon más, nem összekeverhető, tehát például nem olyan, mint amikor én egy pénteki napon kiszálltam a maradt talpomból, és egy hétfői napon Héder Barna beszállt, aki pont ilyen kopasz, pont ilyen szemüveges, és csak 2 évvel idősebb, mint én. Tehát azt például rossz szakmai döntésnek gondoltam annak idején. Így az időtávlatából is úgy, hogy kettőnk között még 2 másik kolléga is vezette ezt a műsort, azt gondoltam, hogy oké, ebbe így bele lehet lépni. De ez egy mondatra reagálj, persze. Végtelenül nem értek egyet. Én, mikor készültem erre a műsorra, megnéztem az akkor fellelhető összes nemzetközi csapatot, az egész nemzetközi csapatot, és élveztem, hogy ő másként csinálja, ő megint egy másik személyiség. Ezt így is fel lehet. Jó, csak tehát én
abban nem volt nekem dilemma, hogy mi más személyiségek vagyunk, és másképp beszélgetünk, másképp vezetjük a játékot, most túl a műsor adottságain. De igazából az ember a néző fejével is gondolkozik. Tehát ez a, volt egy ilyen klasszikus mondás. Magadat is védett, hogy nem akarod egy olyan méltatlan helyzetbe hozni, folyamatosan csak az összehasonlítgatásnak. Meg ugye mindig az van, hogy vajon ő miért hagyta abba. Hát persze. És vajon ő tőle elvették a műsort, vagy magától állt föl, stb. Tehát az is benne van. Tehát van egy emberi morális kérdés is, hogy nem ülök bele a másik műsorába, ez az egyik. De valóban a néző, tehát volt egy, már nem tudom, hogy kitől ered, mert többeket nevesített. Ugye volt egy ilyen mondás, hogy ha a híradó előtt egy percig mutatunk egy mesztelen feneket, akkor először a nézők fölháborodnak. Aztán megszokják, és hogyha egy év múlva leveszik a feneket, akkor pedig jön a tiltakozás, hogy hova lett a fenék. Észrevetted, hogy most egy seggel hasonlított engem össze? Nem a valóságokról beszélt, hogy a nézők, tehát ez a megszokás, tehát például csak azért mondom a megszokásra, az, hogyha egy műsornak az időpontját egyszer csak arrébb teszik egy órával, akkor széthullik az egész. Mert a néző azt szokta meg, hogy az 8-kor van. És ha átteszik 9-re, akkor baj van. Na, hogy a nézői megszokásokhoz kapcsolódjak én is, ugye ezt a játékot általában úgy játszottátok korábban, hogy segítségek álltak a rendelkezésére a játékosoknak, itt ez nincs. Nem lehet telefonálni, egymásnak se segített. Nincsen közönség, és nincsen felezés sem, tehát egyik ilyen lehetőségetek sincs. Nyilván egymással beszélgetettek, de az fontos, hogy külön játszatok. Jó. És mindegyes kérdés előtt lesz egy videó összeállításunk, a kérdéshez kapcsolódóan fölvezetve az egész témakört, azt ott fogjátok tudni nézni majd az előttetek kihelyezett tableten, amire megkértek a műszaki kollégám, hogy hozzá ne érjetek, előleg mindent magától csinál, úgyhogy reméljük, hogy így lesz majd tényleg az adás alatt is, úgyhogy nincs is más feladatom most, mint hogy azt mondjam, hogy hát milliomosok nem lesztek ettől a műsortól, de a lényeg az, hogy kezdődjön a játék, nézzük meg az első bejátszást. Drága Erika, jelöljük már meg azt a rohadt fárcát. Hát már elmondta, hogy miért. Hát ennyit nem ér az egész. Úgyis a vége az lesz, hogy azt fogja mondani, hogy fárcán nem. Elnézést, csak annyira szeretnék nyerni. Tibor, bármit csinál, már földűített. Tehát ezen túl vagy. De én már rég meg... Tehát én nem húzom az időt. Halál dühösen kérdezem, hogy mit csináljon. Ebből még telefon lesz. Ha nem kerültünk döntőbe, akkor vagy aranyérmesek, ha bekerülünk, vagy aranyérem, vagy... De nem kerültünk be! Értem. Megmondom miért. Gyerünk már meg, mert menjem csak! Pokoli lesz, amit kitaláltam. És magam előtt van a Puma, egy világos, barna nagymacska, aki fára mászik, és úgy tudom, hogy a jaguár is, és szeret a fán pihenni, és onnan elindul vadászni. Nekem ez jelenik meg a... De ez egyáltalán nem érdekel, hogy hol pihen. Majd van a részek tengerésszel, minden áldott. Részek tengerésszel, minden áldott reggel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a gyeremény elfogy előbb-utóbb, de az élmény az megmarad. Igen. Televízió kettes stúdiója. A következő 40 percben önök az 1986. évi elmebajnokság első elődöntőjét láthatják majd. Most fiatalabb nézőink kedvéért Egri János láttuk az utolsó felvételen, hogy mi köze van ehhez az egészhez, ezt mindjárt kibontjuk. Először nézzük meg a kérdést, amire válaszolnotok kell. A kérdés pedig így szól. Ki volt a magyar miniszterelnök Egri János születésének idején? A. Gömbös Gyula, B. Teleki Pál, C. Darányi Kálmán, D. Imrédi Béla. Ezzel most nyugodtan gondolkozzatok, én nem tudom megválaszolni. És addig pedig először hadd kérdezzek téged, Gábor, arról, hogy te azt nyilatkoztad, hogy irigylésre méltó Egri vonatkozásában, hogy micsoda méltósággal tudta befejezni a pályáját. Először is egy kicsit talán bontjuk ki, ki volt ő pontosan, miközben volt a kvízműsorokhoz, és személyesen mondjuk a számodra, miben volt mintaadó? Hát most nem a kérdést akarom anulálni, de a Pista erről sokkal jobban tudna beszélni, mert ti hát közvetlen kollégák voltatok. Tehát 86-ban... Nem is fog mondani róla, ne aggódjál. Jó, 86-ban én még csak ügyelő voltam a Magyar Televíziónál 22 évesen. Mi voltál? Ügyelőként kezdtem. Ne beszélj. Én végigjártam. Onnan vagy ilyen ismerős. Szamárlét. Igen. De a sportosztályon dolgoztam, és ügyelő voltam, és aztán amikor a... Na mindegy. Szóval egyébként nagyon örülök, nagyon sokat tanultam ügyelőként a szakmáról. Tehát az a szamárlét
egy nagyon fontos alsó egy-néhány grádi csavot. Mindegy. Szóval, hogy tehát az Egri Jancsi hozzáfűződik az elmebajnokság, meg egy csomó másik vetélkedő abban az időben, hozzáfűződik az a, vagy az ő műsorához fűződik az a mondat, hogy ő nyert egy hangszórót. Igen, igen. Mi volt a műsor címe, azt már nem tudom. De lehet egy kérdéssel több. Lehet egy kérdéssel több, és akkor vagy pénznyeremény volt, vagy nyert egy hangszórót, és akkor vagy választhatott, hogy feketét, vagy fehéret, vagy nem tudom milyen, és akkor ez így belekerült a slangbe, hogy ő nyert egy hangszórót, bármilyen szövegkörnyezetben az emberek között ezt simán használták. Ő azért más stílusú volt, mint mi szintén, ugye? Jancsi egy kicsit, hogy mondjam, szigorúbb volt, vagy kevésbé volt úgy közvetlen emlékeim szerint, mint például mi, amilyen jeleneteket most láttunk. De talán abban az időben egy kicsit más is volt a stílus a 80-as években. Tehát ugye a televíziózás, és itt már gyerekkori emlékeim vannak, az a színházszerű volt még a 70-es években. Ott csak öltön nyakkendő, ott nagyon elegáns volt, nagyon kötött volt, stb. És a színházszerűség ment át abba, ahol most van, hogy beköltözött gyakorlatilag a nappaliba, és már belefér egy csomó ilyen közvetlenség, már ilyen zrika, beleférnek másfajta szavak, amik annak idején nem fértek bele. Na mindegy, a Jancsihoz nagyon komoly vetélkedők kötődnek, és ami igazán nagy dolog szerintem, hogy és az István már elérte, én meg majd kiderül, hogy elérem-e, hogy még mindig emlegetik a műsorait. Tehát az elmebajnokságot, ezt még a Géniusz például sokszor hasonlítják az elmebajnoksághoz. Uh-huh. Hogy nyilván tök más volt a műsornak a struktúrája, de mondjuk, hogy például a tudás szintje, vagy nem tudom. Na, ő volt az Egri Jancsi. Na most az Egri Jancsi, ugye ez 86, ő most, hát nem tudom hány éves a Jancsi, de 80 fölött van jócskán, az biztos. Hogy ki volt akkor a miniszterelnök? Ezen akkor gondolkodj. Mit kívánjunk neki? Nem fogom tudni egyébként. Te életedben milyen szerepet játszott ő, mint kvízműsorvezető? Mi abszolút egy már... előkép? Nem, mi egyszerre csinált. Ő valamivel korábban kezdte. Igen. Nem, mi mindannyian vitrai, hogy mondják, ez köpönyegéből bújtunk elő, igen. És akkor Vitrai Tamás, mint osztályvezetőnk, közös osztályvezetőnk, valószínűleg elfogadta a Jancsinak az ötleteit, az én ötleteimet, és akkor ő irányította, hogy ki mit csináljon. Ugye mi hárman voltunk igazán vetélkedő szakmások, a harmadik a Rózsa Gyuri volt, és azt hiszem, hogy voltak nekünk átfedéseink a nézők között, hogy ki melyiket kedvelte jobban, és voltak olyanok is, akik inkább beresültek, inkább a másikra. Igen, de az azért volt jó, meg azért volt fenntartható, mert három nagyon különféle karakter, meg figura, meg stílus, azért el tudott menni egymás mellett. Kvázi minden interjútokban elmondjátok, hogy mennyire megváltoztak az ilyen típusú műveltségi vetélkedőknek a nem tudom, funkciói, tehát hogy mennyire más típusú műveltségre próbálnak mostanában rákérdezni, ha egyáltalán van még ilyen típusú műsor, bár azért van egy-kettő. De szerintetek, ha mondjuk például a Partizán úgy döntene, hogy csinál egy kvízműsort, mik azok a szempontok, amiket ma figyelembe kéne venni ahhoz, hogy ez egy sikeres kvízműsor legyen? A meghívás őrül most kérlek egy kis tanácsadásra is segíteni. Hát eleve az, hogy a kvízműsor legyen kvíz. Az mit jelent? Hát az, hogy tudás alapú legyen. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amiket ma már, vagy olyan műsor van, amit ma már inkább game show-nak hívnak, uh-huh. amiben vannak kérdések, csak az ember időnként szégyelli a kérdést föltenni, tudod? Tehát ez sokszor volt ilyen? Amikor az Áll az Alkut csináltuk a 2006-os időszakban, akkor volt olyan, hogy föl kellett tenni valami nagyon könnyű kérdést azért, hogy minél több SMS érkezzen. És akkor időnként szégyeltem magam. Tehát, hogy hány törpe volt a hófehérkébe, és csak két válasz lehetőség volt, hogy 6 vagy 7. Tehát ez ilyen színvonalú kérdések voltak időnként, azt azért szégyeltem. Hát ezekben a Milliomosban, Géniuszban, stb. Ezekben óhatatlan vannak. A Milliomosban ugye egyértelműen egyre erősödnek a kérdések, és az eleje az nyilvánvalóan általában könnyű, bár nem egy ember elhasal egyébként nagyon könnyűnek gondolt kérdésen is. Tehát magyarán szóval, hogyha kvíz, akkor azért legyen tudás alapú. Ez az alap. Az én megközelítésem egy kicsit más. Akkor, amikor én kezdtem el vetélkedőt csinálni, az egy teljesen más kor volt. Ott nem volt kérdés, hogy milyen nézői rétegre számítunk. Mindenkire számítottunk. Akkor lehetett fogni a te lakásodban, de akkor az még tőled üres volt, mert akkor még nem éltél, lehetett fogni másfél csatornát.
Ma tudjátok, hogy hány magyar nyelvű csatorna kúszik be a lakásotokba? 80 vagy 110? 100 fölött. 100 fölött, igen. 100 fölött. Tehát magyarán ma már minden kereskedelmi csatornának, és csak a közszolgálat a kivétel, minden kereskedelmi csatornának van egy célközönsége. Tehát ha a Partizánnál körülbelül, ha te ilyesmit terveznél, körülbelül be kell lőni, hogy kiknek szánod. És ez lehet könnyed, lehet bulvár stílusú, és lehet valóban értelmiségnek szóló, vagy műveltségi típusú. Be kell lőni először, és nem lesz akkora nézettsége soha, mint amilyen nekünk volt akkor. Ez már, de ez nem a műsort minősíti. Igen, igen, a igen. Még egy kérdésre szeretnék kitérni, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy szerintetek mennyire férfi központú a kvízműsorok mindegyike. Tehát most ez nagyon érdekes, a műsorvezetőnek a személyére vagyok kíváncsi. Ugye hiába voltak más adott esetben női műsorvezetők, Jakubcsák Gabriát lehet mondani, Máté Kriszta is vezetett vetélkedőt kvízműsort, nem nagyon terjedt el az a kép, hogy ezt akár nők is vezethetnék. Szerintetek köze van ennek ahhoz, hogy azért általánosságban is a tudást, azt nagyon kevésszer társítja a szélesebb közvélemény. Jaj, nem ezért. A nőkhöz. Ez nagyon rossz indulatú. Gondolod tényleg? Igen, igen. Nem. Ha nem, akkor mi az oka? Erre nem tudok válaszolni. Ezt a magyarázatot viszont kifejezetten kizárnám. Dehogy nem. Ma amikor nőiesedik a társadalom, például az üzleti világban, a felsővezető életekben egyre több nő van például. Tehát nem mondanám azt, hogy a tudást a férfiak, eleve kevesebb női műsorvezető van. Uh-huh. Tehát a kiválasztás is egyre kevesebb. A Máté Krisztát pedig szerintem őt megégették tehát őt nem lett volna szabad abban a műsorban beletenni. Wow. Ugye ez a leggyengébb láncem című műsor volt, és ő azért lett a műsorvezetője, mert Angliában, ahol ez nagyon sikeres volt, egy karakterben hozzá hasonló nő vezette ezt a műsort, aki végtelen penge volt. De a Krisztának ez nem volt, ezt a havas Henriknek kellett volna vezetni. Én ezt máshogy látom, szabad egy... annyira másképp látok dolgokat, mert akkor én igen. is tanulok. Én ezt úgy szoktam magyarázni, hogy általában a néző olyanokat szeret látni a képernyőn, amilyen ő nem. Tehát akihez nincsen sok köze a személyiségéhez. Műsorvezetőként? Műsorvezetőként, igen. Gondold végig. Na most Angliában egy ilyen nő, ahogy te mondod, egy ilyen pengenő, az pont nem olyan, mint az angolok. Ezt megismétlem, nagyon fontos. Az a típus, amit az a hölgy hozott műsorvezetőként, ez a nagyon barátságtalan, nagyon szikár. Az angolok nem ilyenek, az angolok általában. És kedves. Mi ilyenek vagyunk? Magyarok? És a Krisztán nem működött? Jó a visszakérdésed. Nálunk gyakoribb az olyan típus, mint amit a Kriszta eljátszott. Nem lehet, hogy az volt a probléma, hogy a Máté Krisztáról akkor már élt valamilyen fajta kép az emberekben. Ez is lehet. De nem ilyen kép. Ez is lehet. És bekerült a műsorba, ez egy művi figura volt. Persze. Így van, és nem volt, emiatt nem volt hiteles. Én azért gondolom, hogyha a Havas csinálta volna, mert a Havast ilyennek ismertük mindig is, és a Havas bekerül, akkor az, igen, ez a Havas, aki szemét, aki penge, aki odaszól, aki stb. Ezért gondolom, de akkor elfogadom. Sok hangosan gondolkodom, elfogadom. Hogy a Havassal működött volna, de hát ezt nem fogjuk megtudni sosem. Azt hiszem, nőre van szabva. Azt viszont van szabva meg kéne tudnunk, hogy ki volt a magyar miniszterelnök, Egri János. Én körülbelül, nekem már, jó. Körülbelül bármelyik. Ugye Egri János 36-ban, 1936-ban. Na jó, mindegy. Hát azért az önmagában nem egy akkora segítség föltétlenül. Ez már meg is oldotta a kérdést? Hát persze. Akkor kérlek, mondd meg, hogy mi a válasz. Gömbös Gyula. Gömbös Gyulát mondod? Na, elmondom. Teleki Pál, Imrédi Béla nagyon második világháború alatti. A Darányi Kálmánhoz fűzzük ugye a győri programot, ami egy fegyverkezési program volt. Egy kicsit olyan, mint amit ma van nálunk, zárójel bezárva. Gömbös Gyulára tippelek. Azt jelöljük meg, Vágó úr. Aha. Jó. Gábor? Azon gondolkodom, hogy 36-ban csak ő volt a miniszterelnök. Hát egy miniszterelnök volt, az biztos, ketten nem lehettek. Nem, hát válthatták egymást. Nem tudom, nem mondom férfiasan. Mire tippelsz? A Gömbös jó lehet, de nem vagyok benne 100%-ig, hogy jó. Jelöljük meg a Gömböst. Mondd el, akkor azt jelöljük meg? Jelöljük meg a Gömböst, igen. Tehát nem engeded, hogy segítsek neked. De engedem. És viszed magaddal a másikat.
Mert hogy a helyes válasz az Darányi Kálmán. Na, ugye mondtam. 36. október 10-e és 38. május 14-e között volt miniszterelnök, elődje. Hát a Gömbös 33-tól 36-ig volt. Csak az a kérdés, hogy 36-ban mikor, és nem emlékeztem, hogy ki volt utána. Pont egy hónappal azelőtt került hatalomra, hogy megszületett Egri János. Na jó, akkor ne, maradjunk abban, hogy ritka aljas kérdés volt. Hát ne, nem értem, egyébként... Nem mondtad, értem, hogy melyik... sikerült fölnőni az elődökhöz. Sikerült, de ez nem a 20 forintos kérdés volt. Igen. Nem, ez, jó, ez egyébként jó kérdés. Egy hónapon múlt a jó válasz? Igen. Szégyeljétek magatok. Nem, az abban... Átadom a szerkesztőnek ezután is. Köszönjük. Igen, a tudatlanságom az abból fakad, hogy nem tudtam, hogy nem jutott eszembe, hogy ki volt a Gömbös után. Mert ha már a Pista bevállalta a Gömböst, én bevállaltam volna a Darányit, ha tudom, hogy a Darányi volt utána, de nem tudtam. Hát mindegy, bevallom. Egy hónapon múlt. Akkor is, de volt egy... Az... Döntsünk, figyelj ide, döntsünk, hogy ne szégyeljük magunkat. Az semmiképpen sem, nem. Az egy haszontalan érzés. Igen. Jó. Mehetünk a következő kérdésre? Hát, ha nem estünk ki... Ez így jó. Így jó játszani. Oké, hát akkor nézzük a következő bejátszást. És milyen telefonközpontban dolgozik? X5 mobiltelefon. Ó, szóval maga az, aki minden nap különleges ajánlatokkal bombáz engem. Nem, igazából én kisegítő vagyok. Egy kisegítő telefonos? Pontosan mivel foglalkozik egy kisegítő telefonos? Az, hogy teát viszek az embereknek is. Egy teahordó! Hölgyeim és uraim! Íme Jamal Malik, egy igazi teahordó Mumbai-ból. Kívánom önnek, hogy legyen is milliómos! Ja, Istenem. Nem szerettem ezt a filmet, az igazság. Nem szerettem. De ez nem rólam szól, ez a műsor. Ez a film, ez remek, van igen. Egy gyűlöletes figura benne. Igen, a műsorvezető. De nem tudom, tehát ez egy valós sztori állítólag. Igen. És nem tudom, hogy a műsorvezető valóban ennyire gyűlöletes figura volt-e. De hát minden ilyen filmben kell egy... Szeretnétek azt hinni, hogy nem. Nem, azért, mert hát ez szakmailag megengedhetetlen, ami úgy van. Történik. De biztosan, illetve van egy tippem, hogy nem lehet valós a történet. Ugye, mert a film, mondjuk el, hogy ez a Ghetto Milliómos című igen. filmből van, Oscar díjas is tudom. Igen. Hogy ugye a filmben az van, hogy élőben adják, és élőben megy ki a segítség. Hát, igen. Ezt nem lehet élőben csinálni. Hát valamennyire ficcionalizálták nyilván a történetet. Hát erről beszél. Nem, de csak ez fontosnak tartom, ez, hogy a Gábor is... Igen, ez élőben nem tud, igen, élőben nem tud menni. Azt nem tudom, hogy van-e valami valóság alapja. Én úgy rémlik, hogy van. De ettől függetlenül nyilván jó, a, ugye hány hollywoodi film van, ami a legnagyobb kárt okozza a történelemnek, igen. Mert megváltoztatják. Jó, a film egyébként remek, gyűlöletes a műsorhoz. Igen, a szemét. Igen. A film esztétikai kérdésében nem értünk egyet, de a kérdés ettől igen. még adott, ami így hangzik. Na. Abban az évben, amikor a Ghetto Milliómos nyerte meg a legjobb filmért járó Oscar-díjat, melyik színésznő nyerte a legjobb női főszereplő díját? A. Kate Winslet, B. Meryl Streep, C. Sandra Bullock, D. Natalie Portman. Te ilyen Oscar izé? Abszolút nem. Én közvetítettem Oscar igen, között. Igen, én nem. Rendezvény, nem. Szegény Albert Györgyi volt az, aki igen. mellettem a filmekhez igen. nagyon értett. Igen, való. És igen. a többször is jelentett Oscar általás. Ott az egy nagyon jó kis... Tegyük félre a kérdést egy pillanatra, és ami igen. engem igazából érdekel a filmmel kapcsolatban is, hogy azért alapvetően ugye az a központi konfliktusa, hogy a főszereplő igazából nem hagyományos helyzetekben szerzi meg a tudást, hanem teljesen esetlegesen az életek különböző pontjain, mint egy véletlenszerűen belefut a helyes válaszokat adó tudásokba. És hogy ez nagyon érdekelne, hogy ti mennyire látjátok, mi a reflexiótok ezzel kapcsolatban, mennyire valós az, amit a film próbál ábrázolni, mert nevezetesen az, hogy igazából nagyon esetleges az, hogy milyen típusú tudásokkal érkezik valaki a székbe, és milyen típusú tudása van szüksége ahhoz, hogy érvényesülni tudjon. Jó, erre én tudok válaszolni, abszolút nem esetleges. Nem? Nem, én nem hiszek ebben. Egy-egy kérdés ez lehet. Így van. Uh-huh. Így van, tehát a filmben a fikció leginkább az, hogy mind a 15 kérdés, aztán végigment a 15 kérdésen, mind nem a 15... Nem tudom, 15 van, vagy 11, de az összes kérdés okay, valamilyen élettapasztalat. Így van. Ez ennek a valószínűsége inkább így mondom, igen. rendkívül csekély. Uh-huh. Előfordulhat olyan, hogy
Véletlenül hogy, tudja. Hogy véletlenül, találkoztam már olyannal is, hogy a játékosok mindig elkövetik azt a hibát, hogy előző este még ilyen lexikonokat olvasgatnak. És akkor volt már olyan, hogy valaki azt mondta, hogy fogalma nem volt, de tegnap este pont ezt olvasta és tudta. Tehát egy-egy lehet, de alapvetően az, hogy... Az... Hozzátennék még valamit. Az én tapasztalatom az, hogy egyetlen egy játékos se annyira biztos magában, hogyha a játékvezető megpróbálja egy kicsit eltántorítani, az sikerülni fog. Igen. Te nem jelöljük már meg azt a... Ja, nem. Jó, igen. De te nem csináltál ilyet. Nem, én nem csináltam ilyet. Igen, igen. Nem pedig rám... Nem csináltad szerkesztő nyomás, hogy csináld? Nem. Tehát hagyták, hogy csináld úgy, ahogy gondolod. Igen. Bocsánat. Rám viszont, rám ripakodott a betanító ember, hozzánk jött egy betanító ember. Hát az elején nálunk is volt, de hazament a másik fiú. Nekem azt mondta, ez a dolgod, addig kínzod, még azt se tudja, hogy fiú-e vagy lány. Biztos sok minden változott ez alatt, ez 10 éve. Tehát én 2000-ben kezdtem, és te? 2000... Ezt a műsort? Igen. 3 vagy 4 évet csináltunk, egy év, tehát egyszer azért 42 mondom, adás belőle. Több mint 10 év... telt el, bizonyára változtattak ők is az előírásokon, a koncepción és így tovább. Nekem még az volt a dolgom, hogy kínozzam őket. Én mondtam nekik, hogy de hát eddig engem ilyen gemütlis tanító bácsinak ismertek meg, hát engem gyűlölni fognak, azt mondja, akkor csinálod jól. Neked ilyet nem mondod? Nem. Hát tessék, ez változott. A casting folyamatban mennyire volt beleszólásotok? Tehát például milyen típusú kitételeknek kellett megfelelni valakinek ahhoz, hogy játékos jelölt legyen? És például volt olyan kitétel, amit nem tartottatok férnek, hogy igazságos? Fogalmam sincs, hogy mi volt az elv. Nem? Semmire nem látottad rá? Nekem nem volt. Én sem vettem részt a casting folyamatban sose. Én gyakorlatilag akkor a folyoson aznap találkoztam először a játékosokkal. Én még ott is próbáltam elkerülni. Nem akartam első benyomást kapni róla. Én azt a benyomást akartam magamba sűríteni, amit a néző is kap. Hogy egyszerre ítéljük meg, hogy ez rokonszenves. Mondjuk arra én is ügyeltem mindig, hogy a játékon kívül hasonló színvonalú legyen a játékosokhoz való viszonyom, igen, kontaktom. Hogy, mert hajlamosak bele, hát persze, mert a barátja, meg össze, igen, láttam a büfébe együtt beszélgettek, tehát az nem jó, tönkreteszi, még akkor is, hogy igazságtalan, benne van egy rossz érzés, tehát nem lehet, azért arra ügyelni kellett. Hát nem minden stúdióban lehet ezt megoldani, hogy elkerüld a játékosokat, ahol lehet, akkor igen, nem haszontalan. Ugyanakkor meg van egy olyan oldala is, hogy egy picit oldod őket, mert nyilván be van rezelve, igen, hogy ő most beül, és azt hagyja, hogy ott ül a néző, egy csomó kamera, de még ott ül a vágó is, vagy én is, és akkor úristen, most hogyha előtte volt egy 3 jó mondatunk, egy picit tudtam lazítani rajta, egy picit azt érezte, hogy azt nem akarom nagy, megenni. Azt nagyon jól csinálja. Azt nekem van egy olyan ideám, és én ezért se hogy próbáltam eltéríteni a játékosokat, hogy én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha a játékos úgy megy haza, hogy nyert vagy nem nyert, de jól érezte magát. És ez azért is fontos szerintem, mert hogyha a játékos jól érzi magát, akkor a néző is jól fogja érezni magát. Akkor az valahogy átsugárzik. Akkor... Nálam ez pont fordítva volt. Nálam az volt a fontos, hogy a játékos, ez volt az előírás, ne érezze jól magát. Azért volt olyan a szék, azért volt a világítás. Azért volt az aláfestő zene, hát hogy ne érezze jól magát. De az más. Mert változott a koncepció. De az más, mert a zene ugyanaz volt, a szék ugyanaz volt, hát a világítás ugyanaz volt. Hát maximum volt olyan, aki nem tudott fölülni a székbe, és akkor alá tettünk egy ilyen kis dobogót, hogy föl tudjon lépni. Ezt gondolom nálatok is. De azért van, hogy ne érezze jól magát. Jó, de attól még van. De ő nem attól nem érezte jól magát, ha nem érezte jól magát, hogy én piszkáltam, hanem attól, hogy úristen, most akkor a gömbös, meg mi volt, meg stb. És amúgy is ez egy rettenetes versenyhelyzet. Tehát egy sportolónak azért könnyű, mert ő minden hétvégén meccse van, és hozzászokik a versenyhelyzet. Ez bár így is van olyan sportoló, aki nem jó versenyző. Tehát akit agyonnyom a tét. Na most ezek a játékosok ugye sokszor életében először és utoljára jön be egy ilyen stúdióba, és a versenyhelyzet agyon tudja nyomni. Mint hogy van, akit a versenyhelyzet fölemel, és több jobb eredmény jön ki belőle, mint amit egyébként gondoltál volna róla első rátásra, vagy a casting eredményei alapján, stb. És van, aki nagyon okos, de egyszerűen leblokkol ettől az egész szituációt. Tehát a feszültség az van egy a helyzetből fakad. Amikor unalmas. Hát, amikor minden tud, és azt mondja, hogy B. Igen, hát az a casting. Az a mit csinálsz?
Hát igen, próbálod húzni egy kicsit, hogy tényleg B, de na, igen. Ugye? Na jó, de előbb-utóbb, de a 15 kérdésig nem tud végigmenni, hogy A, B, C. De végig tud. Igen, olyan csak egyszer volt, az gondolom, nem tudom, sokat, a YouTube-on fönt van, amikor Amerikában utolsó kérdés. Fölteszik a kérdést a srácnak, és a telefon, akkor csak röviden. Ja, szeretném a telefonos segítséget, fölhívja, apa, nem kell segíteni, tudom a válaszok, akartam mondani, hogy nyertem $1 millió. Igen. Tehát igen, tehát, de ez azért nem jellemző. Hát továbbra is ott áll előttetek a kérdés, amit meg kéne most válaszolni. Annyiban segítem neked. Gömbös Gyula. Tehát a 2009-es Oscar-díját adó, ugye megnyeri a Gesztomilliómos a legjobb filmnek járó díjat, és még 7 szobrot nyer. És az a színésznő, aki a legjobb női főszereplő díjat kapja, az a Felolvasó című filmben nyújtott alakításáért kapja ezt. Jaj, de aljas, hogy meg most már kéne tudni, hogy a Felolvasóban, de én azt tudom. Én azt tudom. Volt is egy borzalmas film, de most egy zárójeles megjegyzés. Ugyan már ne. Az a rémes, hogy én nem láttam azt. Az nagyon nem. A Gettomilliómosban meg nem nagyon volt női főszereplő, csak egy kislány. Igen. Ne keserítse. De tudom, hogy ki van a Felolvasó. Segítek még annyit, hogy most van a 25. évfordulója annak a híres filmjének. Akkor ez a két Winslet, mert az a Titanic, amire te gondolsz. Nem, az miért nincs 25. Nem, miért lenne az 25 éves? Én bocsánatot kérek. Igen. Pont ma olvastam. Nagyon kérem, ezt vágjuk ki. Pont ma olvastam egy cikket a Titanic-kal kapcsolatosan, hogy még mindig mekkora durranás. 11 Oscar-díj. De nem lehetett a Titanic. Akkor bocsánatot kérek. Ja, hogy okay. 25, mi van most? Nem, a Titanic nem lehetett. Tehát még egyszer, az a híres filmje az most 25 éves. Ez az állítás, vágó úr. Igen. És melyik csajnak nem volt 25 évvel ezelőtt potenciálisan híres filmje? A Natalie Portman szerintem fiatalabb. Nem? Fiatalos. Hát fiatalos, de szerintem 25 éve már létezett. Meryl Streepnek számtalan. Igen, de hogy ő lett volna a Felolvasóban. Segítsen már, vágó úr! 25 évvel ezelőtti filmben nagy szerepe volt a festészetnek. És egy Picasso kép is szerepet kapott benne. És a főszereplő készített egy aktrajzot. Akkor ez a Picasso kalandjai. Valószínűleg nem, mert azt láttam. Én abszolút nem ismerem a filmeket, sajnálom. Jó. Én sok filmet ismerek, de fogalmam. Persze, tippelj most. Melyik film, amiben egy aktot is festőnő? Rajzol. És a... Én ezt Meryl Streepről tudom elképzelni, hogy egy ilyen szerepet eljátsz. Rajzol. Jó, tehát Meryl Streepet jelöltem az István. Igen. Gábor. Natalie Portman, de... Natalie Portman. Jó. Csak azért, hogy ne ugyanazt mondjam. Sem. Igen, nagyon jó. Az a nagy kérdés, István, hogy te, aki legendás elbizonytalanító vagy, igen. Te miért bizonytalanodsz el egy fél visszakérdéstől, mert hogy valóban a Titanicot mutatták be 25 évvel ezelőtt, 25 valóban két Winslet játszott benne, ugye igen. Leonardo DiCaprio 25 éve volt már. Rajzoló festő, és készít róla egy aktképet a film felénél nagyjából. Most lebuktam. Akkor lemennek a parkolójába a hajónak, úgyhogy két Winslet azért a filmért nem, de 2009-ben Oscar-díjat kapott a Felolvasóért. Na most kiderült, hogy a Titanicot, amelyik 11 Oscar-díj, soha nem volt gusztusan megnézni. Nem mondod. Hát most el lehet menni újra ott van a mozikban. De nem érdekel. Illi, de jó. Lehet, de jó. Nem érdekel. Hát akkor ezzel most már így okay. Maradsz. Engem kioltott az a jelenet, hogy ott a hajó orrába ott. Az, igen. Kész, végem volt. Az engem a Mosz filmre emlékeztetett. Akkor legalább a Leonardo DiCaprio miatt nézd meg. Hát a Leonardo DiCaprio-t azt imádom. Nem arról szól, amire te gondolsz. Tényleg elsüllyed a hajó, tehát ja, neki megy a jéghegynek, de jó a film, jó, másról meg, is szól. Jó, ígérem, megnézem. Több mint 25 éves a Titanic. A Titanic, igen. Azt mondjuk, ha két Winslet nem is, de a Leonardo nagyon kölyök volt, és most, ha erre gondolok, most a Leonardo-ba akár eltelhetett 25 év, de két Winsletről nem gondoltam volna, én 25 éve. Igen. Volt. A plasztikai sebészet csodái. De ez egy kendes. Ezt tudtad, hogy egy ilyen megalázó műsorban hívtak minket? Egy ilyen, ezért. Kezdjük előről. Akkor most nézzük meg azt, hogy miért volt, amikor ti hívtatok megalázó műsorban más játékosokat. Most kikapcsolunk a kis présházba, ahol Tóth Jakab kollégám két egykori legyen is milliómos játékossal kapcsolódik be az adásba. Szervusz Jakab, tiéd a szó.
Sziasztok! Itt vagyunk Hárs Annával és Bozsik Mártonnal, akik mind a ketten részt vettek egy-egy kvízműsorban. Te ugye a Legyenülés Milliómosban, te pedig a Maradj Talpomban is részt vettél, és a Honfoglalóban. Első körben mi volt az, ami motivált titeket arra, hogy részt vegyetek egy ilyen műsorban? Hát én nem voltam annyira motivált, ez a klasszikus történet, hogy az akkori barátom akart jelentkezni, és akkor én jelentkeztettem, és hát duplázzuk az esélyeket, beírtam magamat is, hát ennyire. De mitől tartottál akkor, hogy miért nem vonzott első körben? Hát azért ezek ilyen nagy nézettségű műsorok voltak, és kiállni és leégni, az nem egy kellemes gondolat. Uh-huh. Így. És téged, Marci? Hát én még először 19-esen jelentkeztem, akkor ez a fiatal voltam, és kellett a pénz jellegű, mert hát én nagyon szeretek játszani, és ezek a kvízműsorok mindig egy ilyen könnyű pénzszerzési lehetőségnek tűntek. Szóval így elképzeltem magam, amikor néztem még a Legyen és mi most ebben valami hasonlót, hogy amúgy ezt simán meg lehetne csinálni, és akkor így én is ilyen mindegy alapon adtam be. És hogy voltál ezzel? Téged nem taszított, vagy ijesztett meg a nagy nézettségű műsor, mint olyan? Nem, először még nem is gondoltam, hogy ez így mivel jár. Egyébként nem is jár szerintem sok mindennel egy résztvevőnek. Aztán másodjára meg már tudtam nagyjából, hogy nyilván egy kicsit az, hogy így izgulok a forgatás előtt, de ugye mivel közönségem nem találkozunk nagyon, ezért így nem különösebben volt hatása. Egyébként engem nem ismertek fel egyszer az utcán, meg ilyesmi. Engem nagyon sokszor, nagyon sokáig. Igen. De te sokkal más éra volt. Igen, sok korábban volt. Akkor talán ugye az volt, hogy úgymond mindenki azt nézte. Igen. Egyfelől igen, másfelől pedig ráadásul hogy nézte, hogy azért úgy nézik az emberek, hogy ott ők is megmérettettek nézőként ilyenkor, és lehetséges, hogy kicsit ércesen tudnak fogalmazni a tévékészülékek előtt. Mit jelent egyébként ott lenni? Mert kívülről nézve persze okos az ember, de mi az a stresszfaktor, mi az a druk, ami olyankor ott bennetek van, vagy volt? Hát amikor már ott voltam, akkor inkább csak a játékot élveztem. Aztán persze, amikor tétje is volt egy idő után, amikor ugye egyre följebb mentem, és most már jó lenne ezt a 3 milliót akkor mondjuk megnyerni, akkor igen. De nem volt rossz élmény egyáltalán, ez nem volt akkor a druk, meg hát az igazság, hogy ugye ez a Vágó István vezette ezt a műsort, és én nagyon bíztam benne, mert ugye nekem nagyon sokat segített igazából. A műsorvezető személyét azt te is fontosnak tartottad, amikor részt vettél ebbe a Honfoglaló című sorban? Igen, nekem szimpatikus volt mindig, mondjuk ugye a Gundi is a Maradj Talpomban, meg aztán a Vajka a Honfoglalóban, mindkettő nagyon szimpatikusak voltak. Szerintem ők mindig pozitívan tesznek hozzá, tehát én nem nagyon láttam olyat a forgatásokon, hogy valakivel mondjuk ne jönnének ki jól, és ezért az illető veszélyezve érezni magát. Egyébként nekem még ez a... Amikor a Maradj Talpomban volt egy olyan szabály, hogy az 5. körnél, tehát kvázi a felénél kiszállhatsz és elviheted, én ott elkezdtem előtte kattogni, hogy de jó lenne addig menni és elvinni. Tehát nekem ez befolyásolt, hogy elkezdtem így a pénz oldalán gondolkodni, és ez szerintem lenyomta a játékomat. Aztán később ezt már a következő gombolban már nem csináltam, ott már csak a játék volt a lényeg. Hát biztos nyereménynél én is megálltam egyébként, tehát azt nem kockáztattam. Egyébként a műsorvezető személy azért is érdekes szerintem, mert ő ugye egyszerre rá van bízva egy hatalmas produkció, neki ott hostként vinnie kell a show-t, de ugyanakkor meg ott vagytok ti, mint résztvevők, akikről igazából szól a műsor, akik hozzáadott értéket képviselnek. Hogy érzitek, segítettek ők nektek? Nekem egyértelműen, de egy kicsit, szóval ugye én voltam 20-kevés éves, kinéztem mondjuk 18-nak, nagy szemű, szőkehajú kislány, tudtam, hogy nem fog megszivatni a Vágó. Tehát, hogy nagyon, ő jött volna ki rosszul belőle. Pedig a műsorformátumban azért benne van az Benne volt, de szóval így, szerintem úgy működött közöttünk ez a... Mm-hmm. Tehát ketten adtuk ezt a showt inkább, mm-hmm. abban a pár percben. Én is ezt éreztem, hogy nagyon partnerek abban, hogy felvegyük a tempót, és hát nekem az is kicsit ilyen lenyűgöző volt, ahogy ott gyakorlatilag 30 másodperc alatt belőlünk gyorsan felkészültek, mert ugye a Nagy Talpomban futószalagon váltják egymást az emberek. Gyorsan felkészült, bemutatott, és utána meg partnerként ment végig. Úgyhogy én élveztem ezt az ilyen közös működést, meg szerintem sokat oldott azon is, hogy a kamera... Én most is izgulok a kamerától, de hogy ott ez ne legyen, ez nem nagyon sokat oldott rajta a műsorvezető. Változtatott valamit az életeteket? Az, hogy részt vettetek ezekben a műsorokban? Hát én akkor kezdtem a színművészetit, és előtte elvégeztem már egy egyetemet, és hogy kellett tandíjat fizetni. És erősen dilemmáztam, most elvégezem, ezt kifizessem, és hoppá, megnyertem a teljes tandíjat, úgyhogy ez így eldöntötte ezt a kérdést. Úgyhogy igen. Lehet, hogy indiszkőd, de végül is oda is ment a pénz akkor ezek szerint? Oda, egyébként oda. És te hogy voltál velem? Ez mindig kényes téma Magyarországon ez, hogy a pénz hova megy, de szerintem itt amúgy érdekes, hogy mennyi az, ami hazakerül tényleg a kasszába, abból a pénzből, amit kiírnak a képernyőre, és mennyit segít egy ilyen összeg, ami így
hirtelen megakadva hullik. Hát most azt nem tudom, úgy érted, hogy mennyit kell adózni, meg ilyenek. Amúgy nem tudom, nekem én konkrétan elmondom, hogyha ez nem hogy 5 milliót nyertem, és abban ilyen 4 millió 2-t kaptam meg. Ez volt mondjuk 4 éve, és nekem ez abban nagyon segített, hogy gyakorlatilag rögtön egy lakásvásárlásba tudtam ezt fektetni, nyilván kiegészítve, és hát ilyen módon nyilván változtatott, mert valószínűleg ezt nem tudtam volna megtenni nyilván akkor még, és most ezzel előrébb vagyok. Ilyen közvetlenül ezt nehéz így fölmérni, de ez egy nagy dolog volt, tehát ez nem kérdés, hogy sokat segített. Ha van egy emlék, amit pár gondolatban el lehet mondani, és magatokkal vittettek ezekből az adásokból, az mi lenne? Hát az, hogy, nem tudom, mondjam. Hát az, hogy hiába milliós tét van, attól még játszani kell, arra kell fókuszálni, mert igazából attól volt. Nekem ez azért maradt meg, tehát én máig emlékszem konkrét játékszituációkra mindkettő adás vagy játékból, és ezek nagyon jó emlékek, plusz még az emberek, akiket megismertünk, nyilván egy összeverbúválódott ott a versenyzőkből egy kis csapat. Tehát, hogy a jó élmények azok teljesen függetlenek voltak szerintem a nyereménytől. Akár úgy is működött volna ez, hogyha nincs semmi pénznyeremény, csak játszunk is. Nekem konkrét kép vagy gondolat nincs, de az, hogy az egész vagy nagyon szerencsés véletlenek sorozata volt, ahogy az egész megtörtént. Anna, Marci, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen a figyelmet, nektek is, szóval a stúdiójé. Köszi szépen, Jakab. István, neked már megérte eljönnöd, mert gyakorlatilag ez az első adás a Legyen és Milliómossal kapcsolatban, ahol a játékosok pozitív emlékekkel viseltetek irányítani. Hát ilyet, hogy arról beszél, hogy mennyit segítettél neki, hát mi az a híred azért, ne haragudj. Megadnék néhány címet, akik ugyanígy beszélnek majd. Talán. Mi az, hogy ez az első adás, ahol pozitívan beszélnek róla? Minden interjúban ez miatt magyarázkodik, hogy neki mennyire egyébként segítő volt az attitűdje, és soha nem igazolta senki mostanáig. Nem, azt azért szokták mondani, és ez visszakereshető, hogy a fiatal szőkenőknek segítettem. Hát ez se cáfolta meg, úgy látszik, ez a nagyon kedves hölgy. Bevallom őszintén, és nem tudom, hogy a Gundi hogy van ezzel. Az arcokra kevésbé emlékszem, mint azokra a kérdésekre, amely kérdés a vége volt, mert az vagy nagyon nagy siker volt, ez volt egyszer, 40 milliós, vagy pedig egy ilyen tragikus vége. Tehát arra a rész, inkább tartalmilag emlékszem a játékosokra, mint az arcokra. Te? Ez érdekes, hogy én viszont inkább emlékszem néhány emberre, néhány történetre, mint arra, hogy konkrétan mi volt a kérdés. Igen, hát még sokkal többet legalábbis. Igen. Én sokkal több igen. időt töltöttem el egy kérdéssel. Igen, a milliómos ezért jó. Igen. Mert lehet beszélgetni. Igen, így van. Ugye a maradj talpon volt. Hát ott 20 másodperc, lehet beszélgetni, csak nem az alatt a 20 másodperc alatt, és sokkal gyorsabban jönnek a kérdések. Tehát ugye mindig a kérdésíróknak az állandó problémája, hogy egy adás az hány kérdést emészt fel. Magyarán szólva, hogy hány kérdés szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy etapban, ami 15 adás mondjuk, nem tudom, hogy ti hogy dolgoztatok, míg a Maradj Talponból 5 nap alatt felvettünk 15-öt, ahhoz tudták, hogy kell x kérdés, mert a Maradj Talponban adásonként 65 kérdéssel kell számolni. A milliómosban lényegesen kevesebb kérdéssel kellett számolni, a géniuszban lényegesen több kérdéssel igen. kell számolni. De azért hadd válaszoljak arra, amit a Gundi feltett, hogy hogyan készültünk egy, mert ez nagyon fontos, a jelenből visszatekintve, majd te fogod érteni, hogy miért mondom. Úgy készültünk fel, hogy először, az első adás előtt feltöltöttük a számítógépet körülbelül 15 ezer kérdéssel. Ennyivel lehetett elindulni. Utána a szerkesztő megnyomott egy gombot, és kijött 15 kérdés különböző műfajban és különböző nehézségekkel. Tehát az az állítás, hogy én szabtam meg, hogy milyen kérdés jön, és hogy előre meg tudtam nézni a válaszokat, ez nem igaz. Hát, így készültünk fel. Az valóban, én nem tudom, hogy te hogy dolgoztál, tehát az valóban igaz, hogy amikor ott ültünk a játékban, akkor én nem tudtam, hogy milyen kérdés következik. De én minden ilyen etapnak, felvételi etapnak, x nap, úgy álltam neki, hogy előtte az összes kérdést elolvastam, az összeset. Ez nálatok már nem volt tiltva? Mert az én időmben ezt tiltotta a licenc. Hogy előre elolvasd a kérdést. Na akkor most ezt elmondtam, hogy Gábrinőtől kezdve. Nem, hát nálunk nyilván nem volt, nem tiltott a licenc, sőt, amikor a milliómosból csináltam 42-t jóval később, mint te, az ott az utolsó,
akkor sem volt ez probléma, ez hogy én elolvashassam a kérdéseket. Ez egy szigorú műsorban. Én azt gondolom egyébként, hogy azért jó elolvasni, mert főleg a Milliomosban, ami egy beszélgetős dolog, hogy kérdezz... Ez egy nagy segítség. Hát igen, tehát hogyha te A nem tudod, B, ami még rosszabb, ha rosszul tudod, és mondjuk rossz irányba terelgeted az embert, vagy ő elkezd gondolkodni, és te nem tudsz rákapcsolódni, mert az adott témáról fogalmad nincs, mert nyilvánvalóan, ahogy a játékosoknak, nekünk is vannak erősebb témáink, meg gyengébb témáink. Tehát mondjuk te vegyész vagy kémikus? Vegyész. Na, az én, majdnem ugyanaz. Állítólag nem, de mindig nem akarok belemenni. Hívják ezt a diplomát, igen. Én például a kémiából, nem, te vakon vagyok. Na most, hogyha van egy olyan kérdés, akkor én nem tudok hozzászólni, és az a Milliomosban baj. Tehát nekem ezekből föl kell készülnöm. Nálunk tiltották. Azonnal megyünk tovább, de még egyetlen kérdést engedj meg, Gábor, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy a székben ülni abban a díszletben az egy stresszfaktor volt. De én azt gondolnám, hogy a maradj talponban állni egy olyan felületen, ami bármikor kimehet alólad, én nem tudok ennél nagyobb stresszt elképzelni, mint hogy azon gondolkodom végig, hogy mikor fog mennyi alattam a föld. Melyik a komolyabb stresszfaktor szerinted? Hát szerintem, amikor megy a játék, akkor megfeledkezik róla. Tehát azt tudja, hogy játék közben random nem eshet le. Nem volt, hogy valaki hátrevetődött és beütötte a fejét a nyílásba? Nem, ez egy technikai kérdés, ugye nem tudom mennyire emlékszik, a díszleten, ahol általuk volt két tappancs. Ez nem csak egy ilyen szimbolikus dolog volt, hanem neki oda kellett állni ahhoz, hogyha leesik, akkor jó helyre esse le. Mindig jó helyre estek, nyugtass meg. Jó, mert mindenki hazamehet. Ne hagyjuk ezt. Mi volt lent? Hát ezt, na most én erre azt szoktam, ezt mindig megkérdezik. Mi volt ezt, ki volt most az igazgató úr az alkuban, és mi volt oda lent? Mi volt? Azért nem szoktuk elmondani, de... Cápák? Habszivacs. Figyelj! Tigrisek? Most, ha itt tehát cápák, hát egyszer, nem tudom, belebonyolódhatok-e a sztoriba, elmondom... Kettő mondatban, mert aztán menjünk kellene tovább. Na jó, menjünk tovább, aztán majd valamikor... Nem, most mond! Akkor nézzük meg a következő kérdést, jó. És akkor a kérdés közben kitérhetünk majd erre az aspektusra is. Okay. Akkor nézzük meg az ehhez kapcsolódó bejátszásunkat. Jó. Akkor 100 fontért, 1000 fontért, nos, 8000 fontért. Szóval a kávézó tulajdonosa a Casablanca című filmben Sam, igaz? Játszd újra, Sam. Nem, általános tévedés. Rick. Igen, a kávézó tulajdonosa Rick. Mikor láttad legutóbb? Sosem láttam, de az ember tanul. Enciklopédiákból, könyvekből. Talán jó lenne időnként egy filmet is megnézni. Nincs időm. Ugye ez egy alapvető kérdés a kvízműsorokkal kapcsolatban, hogy igazából mi az a tudás, amit közvetít egyrészt, illetve milyen képet közvetít arról, hogy milyen funkció van a tudásnak egy adott társadalomban, mire való a tudás és az oktatás, amivel meg lehet szerezni. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésünk, ami pedig így szól. Kinek a nevéhez fűződik Magyarországon az általános tankötelezettség? A. Mária Terézia, B. Klebelsberg Kuno, C. Eötvös József, D. Révai József. És akkor ezzel most nyugodtan lamentálhattok, és addig is fölteszek egy másik kérdést ide vonatkozóan. Ugye itt ebben a bejátszásban is azt lehetett látni, ez a kvíz című sorozatból van, ami picit azt veti föl, hogy a tudás azért nem egy önmagáért való dolog, tehát tök jó tudni azt, hogy Rick a bár tulajdonosa és nem Sam, de azért fontosabb megnézni a Casablancát. Tehát, hogy a tudást azt nem önmagáért szerezzük meg, hanem élményeken keresztül, amiben magunkével tesszük a világot, megismerjük azoknak a különböző tudásoknak az eredetét, és így tovább. És hogy ennyiben egyébként a kvízműsorok egy ilyen leegyszerűsítő világképet sugároznak, és azt várják el, hogy tudd azt, hogy ki a Rick, nem kell látnod a Casablancát hozzá, márpedig az élet az rosszabb, ha az ember nem látja a Casablancát, de tudja, hogy ki a bár tulajdonosa. Mit gondoltok erről a dilemmáról? Természetesen, aki azt mondja, hogy ő egy vetélkedőtől lett művelt ember, a vetélkedőből merítette a tudását, az nem mond igazat. Egy vetélkedőnek az a funkciója szerintem a társadalom számára, hogy felvessen érdekes tényeket, aminek majd ő utána fog nézni. Tehát elkapja valami, egy érdekes tény, egy kuriózum, és azt mondja, hogy is van ez, és az internet korában ez már nagyon kéznél fekvő. De a kérdésedben, amit sugalsz, én azzal nem értek egyet. Tehát önmagában ez az úgynevezett keresztrejtvény műveltség. Tehát, hogy ki a Casablanca bárjának a tulajdonosa, ez ugye egy hárombetű szó, nem az a zenész, a Sam, aki játszó újra, mindegy. Nem tudja megjegyezni, hogyha őt nem érdekli a téma. Nem tudja megjegyezni. Mondok neked egy kérdést, vagy egy példát. Hányba volt a Mohácsi vész? Meg fogod tudni mondani.
ki volt abban az évben az angol király? Nem fogod tudni megmondani, de utána fogsz nézni. És nagyon érdekes időben ez a kettőség. És ha megtudod, akkor onnantól kezdve azt is meg fogod tudni mondani, hogy mikor uralkodott 8. Henrik. Igen, hát van háromféle kérdés van. Van a tudható, a nem tudható, de érdekes, és a nem tudható, de nem is érdekes. Na, az a rossz kérdés. Tehát olyan nem lehet. Tehát ami nem tudható, de érdekes, ha utána a gondolkodásra készítesz, az jó. Egyetértek. Tény az, hogy minden műsorban vannak olyan lexikális kérdések, ami valóban önmagáért való. Például a Géniuszban nagyon okos emberek vannak, de van egy bulvár témakör is. Az megy a legnehezebben, mert ezeknek az embereknek általában a bulvár nincs az érdeklődési körében, de fölkészül rá, és 2 hétig megveszi neki a felesége az összes bulvár újságot, és ugye egyetlen egy dalt se hall az aktuális sztárról, de látta az újságban, tehát tudja, hogy van egy ilyen, stb., de érdektelen. Viszont vannak olyan kérdések is valóban, ami gondolkodásra készített, és van az a jó tudás, ami ahhoz kell, hogy tudjál gondolkozni. Mert ebben a mai világban, hogy hát majd kiguglizom, oké, tehát sok mindent ki lehet googlizni, de a fejedben nincsen semmi, akkor nem tudsz gondolkodni, nem tudsz problémákat megoldani, stb. Ez a rossz fajta tudás. De mondok mást, ennél a kérdésnél, a Casablancásnál, föl lehet így is tenni a kérdést, hogy hívták az angolistát, meg föl lehet úgy is tenni, hogy melyik filmben szerepelt egy Rick nevű zongorista. És akkor már ugye egész más a fókusz a dolognak, akkor az, hogy hívták a zongoristát, hát az action tipikus esete, de azért a Casablanca, ha a Casablancára kérdezel rá, hogyha másképp teszed föl a kérdést, vagy például ami a Milliómosban nagyon szép volt, és pont ez, ugye, hogy volt idő beszélgetni, volt idő gondolkodni. És hogy ki volt a király akkor, amikor angol király, stb., nem egy olyan játékos volt, aki nem tudta, de összerakosgatta, hogy ez nem lehetett, az ezért nem úgy volt, meg az, stb., és akkor a végén rábökött, és ez a lenyűgöző. Ez például, amit most feltettél nekünk, ez ilyen. Ebben, hogy kinek a nevéhez fűződik Magyarország az általános tankötelezettség. Ugye itt 3 évszázad van felsorolva. 3 évszázad. Itt bele lehet menni magának a tankötelezettségnek a nevelésben elfoglalt helyébe. Tehát, hogy ez milyen társadalmi környezetben jöhet létre egy ilyen törvény. Igen. El tudod képzelni Mária Terézia koráról, az 1700-as évek másik feléről, hogy akkor volt-e már tankötelezettség? Úgy van. Ezen kell elgondolkozni. Ez nálam körülbelül negyedórás beszélgetésnek lenne a témája. Ugye neki volt egy ráció edukacionisza. Magyarul ez a nevelésnek az értelme. Ráció edukacionisza. Az öt, most a Klebelsbe, Kuno, hát azt tudjuk róla, hogy a két világháború közötti a kultúrpolitikának és a nevelésügynek az egyik legnagyobb figurája. Ötvös József, hát ugye kiegyezés körüli dolog, amikor már nálunk is kezdett beszivárogni mindaz, ami a nyugat volt. Abszolút kézenfekvő. Révaival hogy jössz ki? Révait nehezen tudnám elképzelni. Igen. Nehezen. Miközben ugye Réva József a korai szociál nevező kommunizmusnak volt a kultúrpápája. Ezt nem mondanám így ezzel a szóval. Tehát kultúr cézárja. Ő elrendelhetett egy ilyet, de szerintem akkor már régen volt. Mielőtt még rámegyünk a kérdésre, az nagyon érdekelne, hogy ugye a magyar iskolarendszerrel kapcsolatban, évtizedes viszonylatban azt szokták megfogalmazni az oktatás kutatók, hogy nagyon erőteljesen felülértékeli a lexikális tudást, és nagyon kevéssé a kompetencia alapú tudást. Uh-huh. Nevezetesen mondjuk azt megtanítja a diákoknak, mert könnyen számon kérhető, hogy mikor született Petőfi Sándor, de mondjuk nem biztos, hogy a diákok képesek mondani 2 olyan mondatot, hogy egyébként neked miért fontos Petőfi Sándor, persze, de mit tanultál meg Petőfi Sándortól. Ezek a típusú műsorok nem segítettek abban, hogy fölülfetisizálják ennek a típusú lexikális tudásnak a jelentőségét. Marci, mi nem azért csináltuk ezt a műsort, ha beszélhetek a te nevedben is, hogy a népet neveljük. Ez egy szórakoztató azt értem, műsor. De az emberek társíthattak ilyen típusú képzeteket hozzátok. Hát, ebben van igazság, csak
Egyébként a népnevelés, tehát nagyon sokan nézik ezeket a műsorokat azért, hogy a saját tudásukat teszteljék. Tud-e többet, tud-e kevesebbet, igen, mennyit tud, hogy fölidézze azt, amit valamikor tudott, de elfelejtett, ad abszurdon tanuljon valamit, amit addig nem tudott, és utána fog nézni. De sok múlik azon, hogy milyen a műsornak a karaktere. A Legyen is milliómos ad időt a gondolkodásra, az utána nézésre, a megbeszélésre. Azok a műsorok, ahol sokkal rövidebb, sokkal pörgősebb, erre kevesebb idő van. Tehát például eleve másfajta kérdést kell föltenni egy géniuszba, ahol 5 másodperc gondolkodási idő van. Az a kész azonnali konkrét tudás, és ott nem csak a tudás számít, hanem hogy gyorsan, hogy kapcsolsz-e, ha megvan, tehát ez a fajta tudás. Tehát sokszor múlik magán a műsoron is, hogy milyen fajta tudást közvetít a közönség felé. De azért hidd el nekem, hogy mindig beleszaladunk ebbe a csapdába, hogy hát miért nem játszanak például, csak egy ilyen nagyon exakt buta kérdés, hogy miért nem rászorulókat hívunk ezekbe a játékokba, akiknek szükségük lenne a pénzre. Azért, mert egyébként bármilyen fájó kimondani, de valójában a műsorok nem a játékosok miatt készülnek, hanem a nézők miatt készülnek. Most, hogyha ezek a műsorok nem lennének szórakoztatóak a nézők számára, plusz ugye a másik kérdés, hogy minek beszélgetünk velük, hogy ő honnan jött, micsoda, stb. Azért, mert ezek nem keresztrejtvényfejtő műsorok, mert ha káposzta fejek ülnének a műsorba, akkor érdektelen lenne. De pont azért érdekes, mert egyrészt teszteli a saját tudását, b. kialakul valamilyen fajta viszonya a játékoshoz és a műsorvezetőhöz, és akkor vagy szurkol, vagy nem szurkol, de van valamilyen viszonya. Tehát nekünk az a játékos rossz, aki érdektelen. Mert a néző otthon nem vált ki belőle semmilyen érzést. Tehát nekünk két dolgot kell csinálni, hogy valamilyen módon érdekessé tegyük a játékost, akár szeretik, akár nem. Nyilván jobb, ha szeretik, de van olyan, akit nehéz szeretni. Kettő, hogy érdekes legyen a kérdés, hogy otthon menjen a kanapén a vetélkedés, hogy én tudtam többet, vagy az asszony, tudod? Tehát hallottam olyat, hogy hazament este, megnézték, mondta a feleség, hogy üljünk le, nézzük meg a műsor ismétlését. Leültek, és a feleség köpte vágta, és izzadt, és nem értette. Majd a feleség elárult, hogy ő valójában 7-kor már megnézte az első kiadást, és ezért tudja. És emlékezett a válaszokra. Hát persze, 7-től 10-ig emlékezett rá, de a fickó, a férj bele betegedett, hogy lehet, hogy ezeket nem tudja az asszony, pedig az összeset. A nagy csapda ebben a találmányban az, hogy együtt kezdi nézni a család, először a gyerek is, ugye az első néhány kérdés például óvodai mondókák. Tehát a gyerek is meg tudja fejteni, aztán megy tovább, és aztán kiesnek a családtag, és a végén marad egy, a legokosabb, és direkt nem mondtam, hogy ez a papa vagy a mama, mert bármelyik, de van egy harmadik vonzereje is az ilyen típusú műsornak, és ez a dráma. Lehet, hogy ez nálad már nem így volt. De abszolút. Tőlem elvárták, hogy legyen a műsorban dráma. Hogyan lehet egy műsorban dráma? Elmondom neked. Ha nagyon ellenszenves sokat nyer, hát az gyűlöli a néző, ugye? Nem tudom, mert például pont hát nálad szereti. A postás, aki nyert, ő ilyen hős volt, a nép gyermeke, aki a postásként jött, és nyert 40 milliót, és holnap megint kiviszi a az leveleket. Az is jó dráma, bocsánat, ez egy pozitív dráma, igen, amikor a igen, nagyon rokonszenves sokat de ezt nem utálták, hanem, hát igen. Az is, hogy ne? Ja. Tehát a lényeg az, hogy valamilyen érzést váltson ki a nézőből, szerintem ez egy nagyon fontos effektus, és csak harmadik, negyedik, tizedik helyen lesz az, hogy neveljük a népet. Ez egy szórakoztató. Viszont azt nem fogalmazza nem. meg, de megtörténik vele. De igen. A néző nem fogalmazza igen. meg, hogy de jó, hogy engem neveltek ma is. Tehát a úgy négy van. Közül viszont az egyikütnek mindenképpen elsődleges prioritás volt az, hogy nevelje a népét, és meg kéne jelölnötök, hogy ki volt az, akinek a nevéhez az általános tankötelezettség elrendelése Magyarországon. Én a Klebelsberget mondanám. Jó. István? Szerintem korábban. És akkor a Mária Terézi és a Klebelsberg között választom az Eötvös Józsefet mégis. Tehát azt gondolod, hogy nem a ráció edukációnál egyszer a vezetődött. Az már az lett volna. Kérdezzek csak. Te aljasabb vagy, mint én. Kiváló mesterei volt. Mert hogyha ezek után nem a Mária Terézia lesz, lehet, hogy még meg is ütlek. Közvetítem. Bekapcsoltam a TikTok csatornát is, én ezt akartam csak mondani, hogy akkor lehet, hogy a kollégák bejönnek. Most engem rádumált. Melyik legyen akkor? Rádumáltál Mária Teréziára. De miért?
mert kedves ember vagy. Utálná, ha az lenne, de nem mondta volna. Azért. Igen, mert egy kedves ember vagy. Te engem oda vittél. De azt feltételezett, hogy a ráció edukációban benne volt a tankötelezettség elrendelése. Igen, és mi volt, hogyha ott még csak, mint kívánalom fogalmazódott meg? Hát akkor megütlek. Akkor a közeliket kérjük bekapcsolni, mert hogy Ötvös József a jó válasz. Azt a mindenit. Ötvös József féle 1868. évi 38. törvényszék. Abban biztos voltam, hogy nem a Mária Terézia. Én is így. Az kizár dolog. Ott még kívánatosan fogalmazódott meg, hogy jó lenne a bevezetése, igen, és jó. A gyerekek iskolába való küldése. Kérem szépen, nagyon fontos tanulság ennek a mostani beszélgetésnek. Így kell elvinni egy játékost a jó választól. Kitől tanultad? Hát azért ebben az István most nagyon segített nekem, mert ő is azért mégiscsak egy showman, a szívem én, a mai napig. Jól csináltad. És már köszönöm. Az ötös? Átvertél rendesen. Köszönöm szépen. Igen. Jó, hát akkor ezt a blokkot is abszolváltuk. Még semmire nem tudtuk a választ. Én egy pontot már megadok az Istvánnak, azért ő mégiscsak ott volt a közelében, csak aztán letért a jó útról. Letérítettek. A jó útról, mert következik a következő bejátszónk. Óva intenék attól, hogy általában úgy tekintsünk a pad összeesküvés elmélet hívőkre, mint akik mentálisan sérült emberek, vagy mint akik alulképzettek és iskolázatlanok. Az akkor ez nem egy annyira egyszerű összeesküvés elmélet, ezt tegyük hozzá. Erre egyébként az értelmiségnek is van egy nagyon fogékony része, hogyha egyébként a Q összeesküvés elméletben különböző kutatások szerint a republikánusok negyede, egyharmada hisz, akkor ezzel azt mondhatjuk, hogy itt egy nagyon nagy tömegről van szó. Az, aki ezek közül fogja mondjuk a fegyvert, és valóban erőszakosan megindul, az nyilvánvalóan egy minoritás, egy nagyon, nagyon kis csoport, és ott általában azért azt látjuk, hogy nagyobb szerepe van az egyéni instabilitásnak, a személyes paranoid hajlamnak. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. Ugye az összeesküvés elméletekről azt gondolják a szélesebb nyilvánosságban, hogy az valami jelenkori kortárs jelenség, de hát nem. Évszázadokkal ezelőtt is voltak olyan hiedelmek, amelyek masszívan befolyásolták a közvélekedést, és most egy ilyen kérdés fog következni, a kérdés pedig így szól. Az alábbiak közül ki volt szabadkőműves? A. Benedek Elek, B. Kölcsey Ferenc, C. Szent Györgyi Albert és D. Szabó Ervin. Annyit segítek, hogy mind a négyükről híresztelték azt, hogy szabadkőművesek lennének. És amíg gondolkoztak a válaszokon... De bocsánat, hogy jön ez az összeesküvés elméletekhez? Hát ugye a szabadkőművesekkel kapcsolatban is számos összeesküvés elmélet volt tetten érhető korábban. Aha, is. Aha, megértettem. Ma is. Oké. Okay. És fontos az, hogy hogyan híresztelték egyesekről, és ki volt az, aki ténylegesen tagja is volt egy-egy páholynak. A kérdésem pedig alapvetően így szól, és erről szeretném hallani a véleményeteket, hogy ugye drámaian megrendült a közbizalom, nem csak a politikában, nem csak a tudományban, ezt láttuk legutóbb a Covid-válság kapcsán, de hát a médiában is erőteljesen. Ti a saját pályafutásotokon belül mikor tapasztaltátok azt, hogy az a típusú közbizalom, ami mondjuk akár mondjuk a 90-es évek legelején, a rendszerváltáskor még azt feltételezem, és a különböző empirikus kutatások is azt igazolják, hogy övezte a televíziós média munkásoknak a személyiségét, hogy ez porlad, hogy ez megszűnőben van, hogy drámaian elolvad alólatok. István? Ez nem egy politikai műsor, ugye? Te nem szeretsz politizálni. Próbál magad megtartóztatni, igen, Vágó úr. Ebben a mostani műsorban. Oly mértékben szaporodik el, nem tudom kikerülni a napi politikát. De én nem a máról kérdezzek. Én azt kérdezem, hogy mikor tapasztaltad először a pályafutásodban? Hát akkor visszamegyünk néhány évet, de nem sokat. Tehát ez 2015 neked nem volt élményed? Nem tudom, hogy jól értem-e a kérdésedet. Hogy akkor, amikor megcsappant a bizalom, megcsappant a hitele a televíziósoknak, ezt kérdezed? Hát én ezt annyira visszamenőleg nem éreztem, mostanában érzem. Na, ennyit. Sajtónak sem érezted? Mert ugye, bocsánat, sajtóban a 90-es évek elején azt lehetett látni, hogy az újságírók a legmagasabb társadalmi elismeréssel rendelkező szakmai csoport volt. Ez azért a 2000-es évek közepén már nincs így. Úgy van, egyetértek. Igen, csak a dolog szerintem úgy változott meg, hogy az egyiknek mindent elhiszek, a másiknak semmit. Uh-huh.
És ez mitől van szerinted? Hát ettől a polarizáltságtól, ami jelen van a társadalmunkban. Hogy az egyik, sőt, vannak emberek, akik nem is olvassák a másikat, csak az egyiket olvassák. Egyébként én magamon nem érzem, tehát azt gondolom, hogy a mi területünkre, tehát én magamon sose vettem észre, hogy valahogy megcsappant volna a hitelességem, csak azért, mert ez így alakul. Sőt, azt kell mondjam, hogy egyébként, csak hogy a saját hitelességemről beszélek, de nem is a saját hitelességemről, hanem az emberekről, hogy még hogy viszonyulnak. Amikor a Maradj Talpon csináltuk, akkor a reggel mindig volt egy fölkészítés az új játékosoknak, és akkor lement a fölkészítés, és kinek van kérdés. És így hölgy föltette a kezét, hogy tessék Paracsa, nem tudok úszni. És akkor kérdezi tőle a kollégám Bányai Gábor, hogy hát jó, de ez nagyon szomorú, de miért érezte fontosnak, hogy itt most a Maradj Talpon felvételén előtt elmondja nekünk, hogy nem tud úszni. Mert a Gundel úr előző este azt mondta az adásban, hogy odalent cápák vannak. Nem. És akkor a kollégám azt kérdezte, ha tudna úszni, nem zavarná? Igen, ez az, én is ezt kérdeztem volna. És akkor sikerült megnyugtatni, hogy nem mondjuk meg, hogy mi van lent, de nem cápák. De bocs, egy konkrétan, tehát hogy mondjam én, beszámítható mentális állapotban lévő játékos jelölt. Kasztingoltuk, jó volt, jól is játszott aztán, nem is volt vele probléma. De mivel én előző este a televízióban azt írt az új, volt olyan, hogy rokonom azt mondta, közvetlen közeli rokonom azt mondta, hogy te, azt olvasom rólad a Blikbe, hogy. Mondom, de hát nem igaz. De a Blik írta, hát mondom, tehát a Bliknek előbb elhitte, mint nekem, érted? Tehát még mindig, főleg az idősebb generációban, hogy azt mondta a tévé, azt mondta a rádió, még mindig nagyon benne van. De egyébként nézd meg a fiatalokat is. Hát vajon amikor TikTokozik, meg persze. Instagramozik, akkor mit hiszel, és mit nem? Mi az, ami kamu, és mi az, ami nem kamu? Hát tegyek hozzá még valamit, ami a hitelességhez hozzátartozik. Az egyik az, amikor hamis híreket mondanak be, és terjesztik ezt az őrületet. A másik rész az, amikor nem mondanak be híreket. Tehát az elhallgatás is éppen úgy része a hiteltelenedésnek. Mondjak nektek példákat arra vonatkozóan, amikor egy egyébként a mi pénzünkből működő médium nem mond be napi eseményeket? Hát nem. Most nem fogok mondani. Nem, ez világos, de ami engem alapvetően érdekel, hogy például most itt van a Lakmusznak az esete, ugye ez egy tény ellenőrző oldal, és vannak ilyen típusú fact-checking oldalak a nyilvánosságban, külföldön is szétszámmal. És az az alapvető kérdésem hozzátok, hogy szerintetek ez a típusú újságírás erősíti a közbizalmat úgy általában a hírek irányába? Mert hogyha vannak olyan hírek, amiknél külön kell a tényeket ellenőrizni, az felvetheti azt a kérdést, hogy nem van is a többinél, akkor ez szerint nem szükséges, vagy épp ellenkezőleg ez egy jó eszköz arra, hogy a szélsőséges mértékben megjelenő mindenféle álhíreket innen is, onnan is lehessen kontextusba helyezni, lehessen olyan többlettudásokat átadni, amelyek fontosak ahhoz, hogy tájékozott állampolgárok éljenek ebben az országban. Hadd válaszoljam most én elsőnek. Nekem erre vonatkozóan van stratégiám, és ezt ajánlom is azoknak, akik erre fogékonyak. Tegyenek egy hírforrásra, vagy egy információforrásra, és tekintsék azt addig mérvadónak, amíg nem derül ki róluk, hogy nem érdemlik meg. Mert az, hogy innen is veszek, onnan is veszek, ezt is olvasom, azt is olvasom, miközben az egyik része az tele van helyreigazítási perekkel, amiket megnyertek, vagy nem nyertek, a másik pedig nem. Tessék szívesen úgy dönteni, hogy ez lesz az én alapvető hírforrásom, és ezt tartsa meg egészen addig, ameddig nem csalódik benne. Nem vagyok benne biztos, hogy ami most történik, és amiről beszéltél, az olyan nagyon rossz dolog. Mert régen, amikor így hittek az emberek, hogy azt mondta a tévé meg a rádió, akkor az embereket nagyon könnyű volt becsapni. Nyilvánvalóan rossz a fake news, és rossz, amikor ezt felhasználják ember indulatkeltésre, stb. Stb. Ugyanakkor a dolognak, és rossz, amikor ez az indulat ki is robban, az a legrosszabb. De a dolognak van egy másik oldala is, hogy az embereket gondolkodásra készteti. És hogy vajon mi az, ami, hogy vajon tényleg úgy. Tehát, hogy ne higgyenek el mindig mindent azonnal, csak azért, mert azt írta az újság. Ugye amúgy is egy nagyon nehéz szituációban van minden ember, mert a világról alkotott tudásodnak a 90, sőt 95%-a kb.
az egyébként olyan tudás, ami nem személyes megtapasztalás, hanem valahol egy hiteles környezetben egy hiteles ember hitelesen úgy mondta, hogy te azt elhiszed, mert ez biztos úgy van. Feltételezés. Tehát mindannyian tudjuk, hogy Ukrajnában háború van. De én például onnan tudom, hogy hallom. Én nem voltam ott. És gondolom, te se voltál ott. Meg gondolom, te se voltál ott. De mind a hármunk készpénznek veszi, hogy ott háború van. Mert elég sok forrásból, elég hitelesen, így van. Most ez egy nagyon nehéz ügy, ugye, hogy hogy tájékozódsz, nem is tudnál személyesen meggyőződni mindenről. És ebben a világban nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek gondolkodjanak, hogy vajon az, amit készen kaptak, az vajon igaz, vagy nem igaz. Természetesen könnyű becsapni az embereket, például amikor a Social Dilemma című filmet, nem tudom, hogy láttátok-e, ugye arról van szó, hogy hogy vezetik meg pszichológiailag az embereket a Facebookkal, stb. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy, de miközben ennek a fake news sztorinak rengeteg rossz és negatív hatása van, van egy olyan hatása is, minden rosszban van jó, hogy az emberek egy részét, nem állítom, hogy mindenkit, de legalább gondolkodásra késztet. Az, amit te mondasz, hogy egyfélét olvasni, az nálam... Nem egyfélét olvasni, csak, egyet, igen. Csak azt tartani hitelesnek. Igen. Én is, ha nem is egyet, de mondjuk kettőt, a magyarból kettőt olvasok, viszonylag, mert azokat tartom erről viszonylag beszélek. Racionálisnak, igen, igen. Vagy viszonylag tárgyilagosnak. Van, amit már egyáltalán nem olvasok, mert azt tapasztaltam több egyszeri olvasásra, hogy már olyan tehát nem csak becsap, hanem színvonaltalan újságírás is. Igen. De azért vigyázni kell. Tehát bocsánatot kérlek, te hallottam olyat, hogy ez az elhallgatás sztori. Hogy vannak az olyan emberek, akikről ha bizonyos csak egyfélét olvasol, akkor nem tudsz róla, hogy az ember létezik a magyar közéletben. Most szándékosan nem akarok neveket mondani. Igen. De szóval igen, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, és mint minden válság, utána hoz valami előrelépést, valami jót, tehát igen, tehát egyébként az egész emberiség úgy, ahogy van, főleg mi, akik aztán a kommunizmusból jöttünk ki, ahol aztán tényleg ilyen volt a kommunikáció, ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon elgondolkoztató időszak, amiben élünk. Egyébként, szerintem. És az is egy elgondolkoztató időszak volt, amikor még működött egy széleskörű szabad kőművesség Magyarországon. Honnan tudod, hogy ma nem működik? Ami hát nem olyan széleskörű feltétlenül, mint abban a korszakban, amikor az az illető, aki ténylegesen tagja volt az Egyesített Páholynak, ugye 1886-ban történik meg a világon egyedülálló módon, hogy egyesül két páholy, és így jön létre egy nagy páholy Magyarországon, aminek 1919-ig több mint 11 ezer tagja van, ha jól mondom talán. És közöttük... Nem lehet tudni. De most három páholy van. Nem lehet tudni. Én úgy tudom, hogy nem lehet tudni. Én úgy tudom, tehát három irányzat van. Van egy angol típusú, van egy francia típusú, illetve van egy harmadik, ahol nőket is fölvesznek a páholy. De komolyan. Ezt nem tudtam. Igen. Nem tudtam, hogy most ez ugye a szabadkőműves páholyoknak a sajátossága, hogy nem a címlapon van, hogy ki az, aki erről beszélek, tagja, igen. És ki az, aki nem. És a játéknak meg az a sajátossága, hogy amikor elhangzott a kérdés, akkor azonnal is határozottan volt egy válasz, ami megszólalt bennem, és ami aztán most már elbizonytalanodott, igen. Ugye csak, hogy én is akkor pontosítsam a magam állítását, tehát hogy két nagy páholy egyesült, ebből jött létre a magyarországi szimbolikus nagy páholy, de emellett is majdnem 100 páholy működött 1919-ig, és ezekben volt összesen mintegy 11 ezer tag. Fontos kérdéseként nekem is most hirtelen fölmerült bennem, hogy honnan lehet ezt tudni, hogy titkos társaság, vagy titkos társaság. Szerintem, hát lehet, hogy a szocializmus alatt nem működött, vagy nagyon-nagyon... Nincs önbevallás. Hát mondjuk az életírásában megemlítette, hogy bármilyen más formában. Olyan. Ez egy biztos, jó, ez az illető, ez egész jó, nekem biztosan. Van egy tippem, és el pedig? Fogom mondani. Én Szent Györgyi Albertet tippelek. Oké. Okay. Nekem a Kölcsey szólalt meg elsőre, de a Szent Györgyi Albert az, aki elbizonytalanított. És a Kölcseivel az a bajom, és azon gondolkozom, hogy ugye ő egy ilyen inkább levelező ember volt, hogy őt mégiscsak kizárnám ebből a sztoriból, de valamiért elsőre ez szólalt meg bennem, és szokták mondani, hogy az első választás szokott a jó lenni, de aztán az a baj, hogy az eszem felülírja ezt a dolgot. A Szabó Ervinről és a Benedek Elekről egészen, én azt gondolom, Szabó Ervint én is kizárnám szívem. A Benedek Eleket is. Tehát miért? Nem, Szabó Ervint, azt tényleg kizárhatjátok, ennyit segítek. Igen, Szabó Ervint. Egyet elveszek, na lássátok ki olyan dolgokat. Ilyen játék, jó. Igen. A Benedek Eleket miért?
ez egy kedves ember volt, igen, egy ilyen nagyon mélyen érző. Nem tudom. Ezek azt hiszem, hogy kellenek a szabadkörülvességhez. De én bennem egy picit nyugati befolyásúnak kell lennie. Annak, aki szabadkőműves lesz, tehát a szabadkőművesség Limasson, az mindenképpen Franciaországból jön. Jó, tehát akkor te Szentgyörgyi Albert. Gábor? Nem lehetett a kölcsei, mert ahhoz ott kellett volna lennie, ő ott irogatta, iszonyatos levelezése volt, keveset mozdult ki otthonról. Láss, kivel van dolga. Legyen a Szent Györgyi. Valóban nem a kölcsei, őt is kivehetjük a képből. Akkor ketten maradtak. Hát. Benedekelek vagy Szentgyörgyi Albert. Nehogy már Benedekelek legyen. Meg? Hát jelöljük a Szentgyörgyit, de... C, vágó úr. Igen. Nem tetszik az arcod. Nem már. Ugye mondtam? Benedekelek. Nem. Ugye mondtam? Ugye mondtam? Kizárt. Ugye itt nehéz a bizonyítás tenni. Azt akartam, hogy bizonyítsd be. Ígérem, hogy majd a kommentekben úgyis megírják a nézők, vagy legfeljebb majd kirakjuk egy kommentbe, de Benedekelek volt igazoltan szabadkőműves, Szentgyörgyiről csak írlelték, mint a többiekről is. Hajlottam felé. Jó volt. Ilyet. Jó. Az utolsó még van kérdésünk az érkeztünk el, és ehhez is van egy bejátszásunk, először nézzük meg ezt. Soha hangosan nem tanulok szerepet, 50 év óta. Hanem? Hanem reggel, mikor fölkelek és leülök a kávémhoz, akkor előveszem, és mint ahogy játszani fogom, de azt is, hogy mit csinálok, milyen gesztusokat úgy beemelem, tehát az idegrendszerem. De némán? Teljesen némán, és nem sokáig, 10-20 percig. Minden egyes színházban, a főpróba héten szerintem mindenki azt érzi, hogy az előadás milyenségétől függ a világ sorsa. És ez nem túlzás, tehát annyira mélyen, annyira alapjaiban jár át bennünket az, hogy ez hogyan fog sikerülni. Aztán a bemutat után rájövünk, hogy nem ettől függ a világ sorsa. Csak azért is csináljuk, és akkor eldöntöttem, hogy nincs színházunk, akkor végigjátsszuk egész Kárpátalját. És bizony volt 2 vagy 3 olyan év, hogy minden faluban ott voltunk. És tényleg, aminek óriási jelentősége lett, mert most tehát van egy olyan képessége a színészeimnek, tehát jönnek közszínházban szocializálódott színészek, akiknek fél napok, meg 2 napok kellenek, hogy adaptálódjanak egy új térhez. Beregszáll egy színész, beáll, ahol játszani kell, és ott játszik. Szóval, mintha ott nőtt volna fel, és oda alaptálja az előadást menet közben. És valahogy úgy jött, hogy pont mikor mindig feladtuk volna, akkor mindig jött valami visszaigazolás. Gyerek voltam, egy kisgyerek, akinek halvány gőze nem lehet a saját életéről, a következő életéről, mert még a saját tapasztalatairól sincs halvány gőze. Ezt gondolja, hogy délután egy borús esőre hajló délután egy kertben, hogy ő mindent meg fog írni, amit a többiek elhallgatnak. És aztán tényleg ezzel töltöttem az életemet. No, hát tematikailag valószínűleg bajban vagytok, hogy mi kötheti össze ezeket a megszólalásokat. Nádas Péter nem is volt írva. Mégpedig az köti össze őket, hogy mindannyian rajta vannak azon a tekintélistán, amihez a kérdés kapcsolódik. Tekintélista? Igen, és a kérdés pedig így szól. Kivégzett a 2018-as kulturális tekintélista élén Kristóf Luca szociológus és társadalmi kutatásában a kulturális elit tagjainak szavazatai alapján. A. Alföldi Róbert, B. Vidnyánszky Attila, C. Nádas Péter, D. Törőcsik Mari. A kérdésem pedig hozzátok, nyugodtan tegyétek félre a kérdést, az mi ott áll előttetek, az úgy szól, hogy szerintetek léteznek-e még ilyen nemzeti minimum karakterek a magyar nyilvánosságban, akik oldalakon átívelően, és nem csak politikai oldalakat értek ez alatt, ez kulturális, jó kérdés. És egyéb vonatkozásokban is képesek arra, hogy hidakat képezzenek, és adott esetben tényleg ilyen közös nagyon minimumokként jelenjenek meg. Nagyon jó alapkérdés, amit felteszel. És mi a válaszod? Most a Gábor mondja. Válaszolja a Gábor? Hát én röviden tudok válaszolni. Akkor röviden válaszolja. Nincs. Akkor majd a kérdés amúgy fog szólni, hogy miért nincs. Gábor, szerinted? A kérdés azért nagyon jó, mert valóban gondolkodásra késztet, és azok a kérdések nagyon jók, amik gondolkodásra késztetnek. Én azért azt gondolnám, hogy a Törőcsik Marit talán igen.
mondjuk a négyük közül. Nádas is. A Vinyánszky Alföldi ebben biztos... De én azt gondolom, hogy tehát folyamatosan azon küszködünk, hogy kéne lenniük tabu témáknak, amik ez a bizonyos nemzeti minimum fölött kéne, hogy legyen, és nem lehet kérdés, meg vita, meg politikai megítélés, meg nem tudom mi mindennek a tárgya. És azt gondolom, hogy vannak bizonyos emberek, akik ezen... Akik bele tudnak kerülni ebbe a nemzeti minimumba. Tehát én most nagyon nehezen látom, hogy a Törőcsik Mari az ne lenne benne ebben a nemzeti minimumban. Az Alföldről és a Vinyánszkyról is beszélgethetünk e tekintetben, csak ők nagyon megosztóak mind a ketten, és az egyik oldal az lesöpri az asztaláról, egyiket vagy a másikat, az egészen biztos. A Nádas Péterrel meg az a sajnálatos problémám, hogy ő viszont valószínűleg az ország lakosságának a jelentős része számára teljesen ismeretlen. Ez én is azt néztem meg, hogy kik szavaztak ide, az van írva, hogy a kulturális elit tagjainak szavazatai alapján. Igen. Tehát ők Nádast ismerik. Igen. Biztos. Ők ismerik, igen. Igen. Mondjuk már az is egy fontos kérdés, hogy nem tudom, mi volt a kérdés egyébként. Kik tartozhatnak oda. Igen, igen, igen. Szóval én azt tartom nagyon tragikusnak. És most méltányosságból nem élesítem ki a válaszomat, mert valószínűleg nem mindenben egyformán gondolkodom. Az nagyszerű dolog, az nagyszerű dolog. De én azt tapasztalom, hogy amint az egyik oldal megformál magának egy idolt, tehát elkezdi őt követni, a másik oldal azon elkezdi hitelteleníteni. Rögtön hozzáfog. A két oldalnak a felelősségét én ebben nem egyformán látom. Nyilván az egyiknek több eszköze van arra, hogy a másik oldalból kinövőt hiteltelenítse, és ezt ő ki is használja. Mondjak egy példát? Én úgy érzem, velem is ez történt. Engem valamikor nagyon kedveltek, és elismertek. Az az oldal most gyűlöl, mint a szart. És azt mondja, hogy mert egyébként egy buta, unintelligens, műveletlen fráter vagyok, mindent a monitorról olvasott le. Ez megy most. És egyébként, nagyon érdekes, még egyet hadd mondjak, még megbuktam basszusgitárból is, írja egy egyébként azon az oldalon álló művész, akit nem tudom, hogy mikor köszönthetünk a koncerthallgató közben, de föláll le fele, én basszusgitárból is megbuktam, mert nyilván hát az sem. Karaktergyilkosság, igen. Erről beszélek. De akkor másképp teszem fel a kérdést István, egyáltalán szerintetek kellene-e, tehát hogy reális elvárása, hogy legyenek nemzeti hát minimumok? Hát hogy? Igen. Reális. Igen. A közben azt lehet látni, hogy három évtized alatt sem jöttek létre, és valamiért mégiscsak az a gyakorlat, hogy vannak jobboldali, vannak liberális, és vannak baloldali színházak, színművészek, írók, nem tudom, és hogy ettől függetlenül el lehet ismerni a kiválóságot, lehet azonosulni velük, de hogy létezzen-e olyan, ami ténylegesen minden oldal számára elfogadható, lehet, hogy ez nem egy megalapozott elvárás. Megalapozott szerintem elvárás lehetne, és borzasztó, hogy nincs ilyen. Ugye azért nehéz ügy, és ezt ez a dilemma saját magammal kapcsolatosan is fönnáll, hogy hogyan jár a magunk fajta, hogyha elkezd közéleti, A, B politikai kérdésekben megnyilvánulni. Ki a magunk fajta? A mi közszereplők, akik a színházból jövünk, vagy televíziós műsorvezetők jövünk, stb. Azt tisztán... De nagyon tudatos, hogy azt kijelenthetjük, ugye? Igen, bár ugye közéleti témákban én is írtam cikkeket, de nem... Szemlélekbe, ugye? Szemlélekbe, igen, és azt szemlézték itt ott, amott, hol így, hol úgy, de az már a csúnya része dolognak esetleg. De nem is az, hanem az, hogy tehát, hogyha... Amikor te úgy döntöttél, és ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, ha már televíziózásról beszélünk, úgy döntöttél, hogy te konkrétan odaállsz a DK mellé, akkor azt gondolom, hogy valószínűleg fölmérted azt is, hogy ez a televíziós pályafutásodnak a vége. Fordítva történt. Vége lett a televíziós pályafutásomnak, és aztán beálltam a DK mellé. Igen, és de pont emiatt soha többet nem tudsz visszajönni, mert pont ezért teljesen mindegy, hogy mi a produktum. Engem 2010-ben rúgtak ki. Akkor még nem volt DK. De tudták, hogy hogyan gondolkodunk. És amikor te beálltál a DK-ba, akkor fölmérted, hogy te nem fogsz tudni többet televíziózni? Pont ezért, mert teljesen mindegy a produktum, a DK alapján fognak megítélni, szeretni vagy nem szeretni?
Nem, ez nem merült fel bennem, mert egészen nyilvánvaló volt, hogy 2000, ugye 2011-ben alakult meg ez a párt, 2011-ben nem volt már visszaút, egyébként se. Tehát ülhettem volna otthon is, de nekem ez így jól esett, szóval legalább akkor... Ez a dilemma, mert ugye a... De értem, amit kérdezel. Nem, csak hangosan gondolkodom továbbra is. Ez lehetett volna döntés, de ez nálam, de nem, ez volt. Nálam nem döntés. Értem. Mert ugye az Alföldi is, meg a Vidnyánszky is megnyilvánul átpolitizált kérdésekben. És ez alapján nagyon megosztókká váltak, ezt saját bőrömön is tapasztaltam. A Törőcsik Mariról nem emlékszem, a Nádasról nem emlékszem, de Nádasban ilyen tekintetben, a közeleti szereplésre tekintve kevésbé ők járatos, ha egyáltalán van neki érdemben, hogy ők egyik vagy a másik oldalon megjelentek volna. Tehát én azt gondolom, hogy az a feltétele, hogy egy legyen valamilyen kimagasló kulturális teljesítmény, tevékenység, produktum, B, manapság, ennek azzal is együtt kell járni, aztán lehet, hogy nem csak manapság, hanem mindig, hogy az ember ezekben a kérdésekben ne kerül, mert a sportkommentátor azért nem mondja meg, hogy melyik csapatnak szurkol, hogy ne rontsa el a szurkolónak a szórakozását. Mert ha ő tudja, hogy én a Fradinak szurkolok, akkor azt fogja gondolni, hogy még én is ellene vagyok, és ő nem fogja magát jól érezni. Tudod? És hasonló módon a mi tevékenységünket, ami papíron teljesen politikamentes, csak az alapján, hogy én egyébként politikailag vele egy platformon vagyok, vagy ellenzéki platformon vagyok, csak az alapján megítéli, hogy ő engem szeret, vagy nem szeret. Mondok példát. Kiteszek az Instagram oldalamra egy fotót arról, hogy kirándultam a Pilisben. És jön néhány komment, hogy de jó, én is voltam ott. Szemét Lipsi. Miért? Mert hát a Pilisnek semmi köze nincs hozzá. Hát és ő a Pilisről készült fotómat az alapján ítéli meg, hogy az... Jó, értem a példát, csak furcsa, mert a Pilisben dobog a föld szívcsakrája. Mindegy. De azt hittem, hogy erre mondhattam volna bármit, lehet, okay, hogy nem a Pilis volt, hanem jó, mit tudom, Gánt, okay, vagy nem tudom, hol de voltam. Pilis, de lényeg az, hogy okay, az, hogy én kitezek egy fotót egy kirándulásról, még azt is másképp ítéli meg, igen, az alapján, megérte, hogy mit gondol arról, hogy én politikailag az ő oldalán vagyok, vagy nem. Igen. Másként teszem fel a kérdést, és kötöm a kvízműsorokhoz. Ugye a kvízműsornak az az állítása, hogy létezik a tudás, ami alapján lehet előre jutni, például amikor egy műsorban jó válaszokat adva, akár nagy pénznyereményt is lehet szerezni. De közben a társadalom nem úgy működik, hogy a tudás van, hanem tudások sokasága van. Nem a kultúra van, hanem kultúrák sokasága van, és emiatt törvényszerűen kialakulnak buborékok. Ez még nem rossz önmagában. A kérdés az, hogy ezek mennyire merevek, mennyire zárnak el embereket más típusú tudásoktól, más típusú kultúráktól. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez megjelenik. A géniusszal... Mi az, ami hogy megjelenik? Hogy ezen gondolkodnának. A géniusszal kapcsolatosan az a tapasztalat, kicsit tartottam tőle, megmondom őszintén, és valós dilemma volt, hogy manapság, ez ugye 2 éve indult el, 2021-ben volt először, hogy még érdekli-e az embereket egy valós tudásalapú kvízműsor. Még érdekes-e, még tudnak-e az emberek, még megnézik-e. És az derült ki, hogy igen, nagyon sokan olyanok nézik, akik már nem néztek semmilyen televíziós műsort, mert már nem találtak olyat. És nem az érdekli őket, hogy most ez az oldal, az az oldal, ilyen tudás, ezért a játék érdekli őket, a saját tudásuk érdekli őket, ez a fajta intelligencia, ami egy ilyen műsorból visszajön. Mert már elege van a sírásrívásból, a zokogásból, a dzsungelben futkosó celebekből, már mindenből, és most végre jött egy műsor, egy kicsit gondolkozhat, ahol a két emberrel nem történik semmi, azon kívül, hogy okosak és beszélgetnek egymással. És ezek az emberek egyébként nem, szerintem nem nézik meg ennek a társadalmi vetületeit. Én se tartom túl szerencsésnek a megfogalmazásodat, hogy a vetélkedőkön keresztül közelítsük meg ezt az egyébként nagyon jó kérdést, amit elénk tettél. Nagyon jó. Érdemes ezen elgondolkozni. Tovább megyek. A vetélkedők, a műveltségi vetélkedők inkább ezt a fajta kontroverziát, tehát ezt a kibékíthetetlenséget próbálják, ahogy te is mondod, Gábor, egy kicsit közelebb hozni egymáshoz. Tehát, hogy ott van közös nevező, ki tudja a választ arra a kérdésre, hogy ami nem politikai, nem közéleti kérdés. Ez, amit most elénk raktál, ez egy nagyon súlyos, gratulálok hozzá. Nem fogom tudni megmondani, van tippem. Hát azt már mindenképpen de ezt a vetélkedőkön keresztül megközelíteni, azt hiszem, hiba. Egyetlen záró kérdés, és aztán a választatokra vagyok kíváncsi. Szerintetek
elképzelhető, avagy kínálatos lenne egy olyan típusú kvízműsor, ami a buborék társadalom elzárt buborékjait próbálná meg egymással versenyeztetni, adott esetben a különböző tudásokat ilyen módon közös platformra helyezni. Nem. Jó, röviden mondom, nem. Oké. Okay. Hogy miért nem, azt majd a kommentelők kitalálhatják. De nem ez a dolga. Tehát a, igen, így van. Pont, így van. Tehát igen, nagyon fontos lenne a párbeszéd, a beszélgetés, a nagyon fontos lenne a... Egymás tisztelete. Igen, igen. Az indulatok. És nem alkalmas egy kvízműsor? Nem erre van. Igen. Nem erre való. Jó. Ezt most itt hagyjuk akkor így, és egyébként akkor kérem, hogy jelöljétek meg a válaszatokat. Bevallom, ma már nagyon sok megaláztatásért, nem ismerem Kristóf Luca, a szociológiai társadalmi kutatás 2015-ös hát azért kaptuk a kérdést, hát, pontosan. Én akkor már maradnék Töröcsik Marinál. Töröcsik Mari. Akkor én Nádas Pétert választom. Nádas Pétert. Igen. Na most. Megpróbálok valamit. Vigyázz, Attila lett a hetedik. A hetedik, igen. Alföldi Robert lett a második. A második. Töröcsik Mari a hatodik, és Nádas Péter az első. Örülök neki. Kik volt? Tudsz arról valamit, hogy ez a kulturális elittagjainak a szavazatai alapján ez mekkora... Merítés. Ez konkrétan módszerte le van írva ebben a kutatásban. Tehát ez egy tudományos alapú módszer. Jó, nekem elég ez. Nézőknek pedig berakjuk a linket, úgyhogy meg lehet majd nézni. Jó. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem a mai nap folyamán. Élveztem. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek egy a ilyen beszélgetés része jó volt. Hát gyere, mit sajnos nem tudjuk felajánlani senkinek sem. Igen. Gyertek majd máskor is. István már volt nálunk életút interjún, ez előbb vagy utóbb. Téged is elfogadni, Gábor, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk majd akkor, hogyha ezt elfogadod. Úgyhogy... Még egy dolgot hadd mondjak el, ha már így kettőnket meghívtál. Kérlek. Gondolom az István is, meg én is számtalanszor megkaptuk azt a kérdést, hogy de a vágó, meg a üzem. Mi műsorkészítő televíziósok vagyunk. Az, hogy adott időben én a TV2-n, ő az RTL-en, de ez nem a személyes ügyük. Én nagyon tisztelem, amit az István valaha csinált, a kiemelkedő televíziós. Én már azt is, amit még fogsz. Számon nem a mi dolgunk, hogy két csatorna eszi egymást. Tehát bárki bármit mond, nekünk egymással ez nem személyes kérdés. És akkor ezzel cáfoltad is saját magatokat, mert kívülről mindkét külön buboréknak tüntetek, és tessék itt a kvízjáték, amelyben egy asztalhoz ültetek. Örülök, hogy így volt ez ma. Köszi még egyszer, itt volt. Köszönjük a szépen. Nagyon köszi a figyelmet, ez volt erre a hétre a Partizán Chill, de nem menjetek még sehova, mert hamarosan érkezik zárásként a Bujdosó Trió. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek, vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha megtehetitek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.